Csúcsú Csárszal fogunk játszani, Halloween éjszakája van, úgyhogy úgy voltam bele, hogy valami kis horrorisztikus játékot fogunk elővenni. Nem játszottam még a játékkal, de bízok benne egyébként, hogy jó lesz. És hát aztán majd meglátjuk, hogy mennyire ijesztő. Mondom, videót nem néztem róla, streamet nem néztem róla, úgyhogy számomra ez teljesen új, viszont így lehet, hogy akkor feljebb tudom venni a grafikát. Nem, alacsonyan kell, hogy játsszuk ezt a játékot, akkor alacsony grafikával játsszuk, bocsánat. Potátógépen van, kell egy új számítógép. Viszont kezdjünk egy új játékot, és én a klasszikus móddal kezdeném, szerintem, mert a rémálom mód az nem biztos, hogy nekünk való. Így, hogy még sose játszottam vele. Tudom, hogy régen beszéltünk már, de történt valami abban a bányában, amit én felügyelek. Mi történhetett abban a bányában? Hidd el, erre időt kellene szakítanod. Valami olyasmit keresel, ami biztosítja a múzeumot további működését. Nos, van valami azon a nagy szigeten, valami nagyon nagy. Sok barátom maradt még ott, ráadásul a fiam is. Ha valaki képes ezzel elbánni, akkor az te vagy. Ez lesz a legnagyobb műsorszám, amit a városod valaha is látott, és egyben segíthetsz egy öreg baráton. Hát jó, találkozunk a dokkoknál naplementekor. Ez Tomász a közmozdony creepy nagybácsikája? Az lesz, igen, elméletileg. Ott is van a pókvonat. Ami amúgy nem tudom, nekem annyira abszurd, hogy ettől nem tudom, hogy hogy fogunk félni. De... majd meglátjuk. Nem fáj a fejem? Egy picikét, de ne aggódj. Túl leszek rajta. Igenis, Charlesnak hívják. Eddig mi történt? Most kezdtük a játékot, ne aggódj. Félig vonat, félig poke. A poke vonat. Van a poke ember, meg van a poke vonat. Azt a mindenit! Találkozni kell néhány emberrel is, elmenni pár helyre. Egyszerű dolgok. Hehehe. Köszönöm szépen, Szabi. Nagyon szépen köszönöm. Igazán kedves. Maradj közel, nem csalsz itt, az egyetlen rémisztő dolog. Hát jó, a grafika is eléggé rémisztő, hogy csak így fut. Azt kell, hogy mondjam, hogy az is eléggé rettenet. Mint hogyha visszamentünk volna 20 évet a játékokba, te jó ég. Pedig amúgy jó lenne, hogyha ez szép grafikával. Ez csak számomra PS1 grafika, de ha felveszem már normálra, laggol. Pedig nincs rossz gépem. Én nem értem, de amúgy lehet, hogy azért PS1, mert X-el kell nyomni. Használatot tárgyak világítani kezdenek felük, viszont a kurzort, a következő lenyomásra használhatod őket. Jó. Van egy vonatremiz a hegy tetején. Azt a mindenit! Boldog Halloween-t, halihó, köszönöm szépen. Nem is mozog a szája! Egy mozdonyvezető fegölt, ha szerintek szól a régi vonatának ott kell lennie. Miért nem mozog a szája? Én ezt nem hiszem el! Nélkülözhetetlen eszköz lehet az utunk során, ha hozzájutunk. Maradj a közelben, nem akarunk sokáig fedezék nélkül maradni. Hehehe. De miért mondod azt, hogy hehehe, és miért nem mozog a szád is? Hú, de sprintel az öreg ember, megyek utána! Azt a mindenit! Amikor felültem erre a vonatra, nem tudtam, hogy 2005-ben szól a jegyem. Én amúgy ezt nem értem. Bocsánat tényleg ezért az útvar grafikáért. De láttátok, hogy mi volt. Ilyen ez a játék? Jó lesz, jó lesz. Nem baj, így biztos, hogy nem láttátok máshol ezzel a grafikával. Jaj. Itt amúgy alapból is hasbeszélő mindenki? Akkor jó. Úristen, ez mi volt? A fenében zárva van. Ne aggódj, ettől még be fogunk jutni. Feljebb az út mentén van egy fészer, abban találhatsz egy kulcsot. Fogd ezt a térképet, bejelöltem rajta a helyet. Nézd meg, odafent van a kulcs, én körülnézek ide lent. Jó, akkor egy kulcsot kell keresnünk. M betűvel van egy szép térképünk. Wow! Most direkt ijeszgettek? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm az ijeszgetéseket. Sziasztok, miről maradtatok le? Nem sok mindenről, most kezdtem még csak el a játékot. Erről a csoda grafikáról egyébként maximum. Jó, keresd meg a vasútállomás kulcsát a közeli kunyhóba. Ez az első küldetésünk, és ezt muszáj megcsinálni, ezt, hogy ez szükséges. Jó irányba nézek? Itt van egy út, ezen kell elmennünk, ezen a csapáson. Valódi csapás. Igen, egy fűrész van a fejemen, fejemben. Úgy voltam vele, hogy akkor már egy kicsit ilyen Halloween-esre venném a témát. Eddig a grafika miatt csak vicces, tudom, bocsánat amúgy.
Várjál, rossz irányba indultam meg, nem én lennék. Most jó irányba nézek, most jó irányba nézek. Akkor elszaladunk erre is. Amúgy gondolkoztam azon, hogy előveszünk valami régebbi játékot is. Én például nagyon szívesen újra játszanám mondjuk a Fallout 3-at, vagy a New Vegas. Az is hasonló grafikával rendelkezik. A grafika ijesztő, mint maga a játék. Mondom, így legalább nem láttátok. Tehát azt nem lehet mondani, hogy ezt a játékot már láttátok, mert így biztosan nem. Köszönöm szépen, Levi, a 33. havi csatorna tagságot YouTube-on. Nagyon jól néz ki a jelmezem. Köszönöm szépen. És akkor valahova ide kell jön. Nem, már megint. Hova kell mennem? Várjál már. Itt elszaladok folyamatosan. Ez a kis viskó kell nekem? Tényleg onnan idáig kellett volna jönnöm? Amúgy simán lehet. Szerencsé, hogy itt át tudok csak úgy jönni. Aha, ide kell jönnöm, jó. Meg fogom találni, eskü, eskü. Nem, nem a YouTube felbontásával van a baj, hanem a játék optimalizálásával. Nézd meg a begyűjtött tárgyakat következő lenyomásával. Inventory, mint I betű, egy kis aranykulcs, ami az elhagyatott állomást nyitja. Jó. Hát ez így szép, nagyon tetszik a fűrész a fejem áll. Köszönöm szépen. Sziasztok, sziasztok! Így kiadhatják PS1-re meg PS2 portra. Úgyhogy, jap. Na nézzük. Jó neked, úgy tűnik megtaláltad. Hát látod, megtaláltam, öreg ember. Nyisd ki az ajtót is, vezess! Tényleg hasonló ruhád van? Na nem semmi. Ezekkel kellene valamit kezdenem? Hé, hát erről van szó! Erről a csodálatos grafikáról! Régi, de jó! Meg fogom vizsgálni a vonat belsejét. Lesz be és meglátod, mivel kell dolgoznunk. Alig várom amúgy, hogy majd lássuk a vonatot ezzel a Lores grafikával. Legendás vonatod! Ez egy legendary vonat! Ne, csak a bácsit ne! Gumicukorból van! Bácsi, miért ezt csinálsz? Majd meglátjuk amúgy csinálszat. Jó, a legendás vonat segítségével gyorsan navigálhatok a szigeten. Fegyver és a pajzs az ellenségem ellen. Újjáéledési pont, ha valami rosszul sülne el! Azt a mindenit, köszönöm szépen! Kaputelefon, grafika a best. Így-így! Tényleg amúgy bocsis kacok, tehát... Nem tudom. Lehet a procim gyenge is, és azért nem szereti, mert egyébként pedig nem... Tehát nincs benne rossz videókártya, meg ilyenek. A processzorom az tényleg nagyon régi, tehát hogy az vagy 6 éves. Szóval használd a tárgyakat a vezető fülkében, hogy megtanuld mire valók. Hát ezzel gondolom lassítok, ezzel gyorsítok, azzal megállítom. Milyen tárgyakat? Itt van egy fejlesztés, vonat, életereje, sebesség, sebzés, páncél! Ez az! Jön velem! Amúgy egy kicsit ilyen Bendy and the Ink Machine grafikája lett így, nem? Ó, ezzel majd tudok lőni? Az menci mondjuk. Meg itt van a sárga festékem is. Üres. A zsákom üres. De jó nekem, hogy üres a zsákom. Mondom, szerintem az erőforrás elosztással van gond. Hát lehet, nem tudom. Olyan, mintha Roblox verzió lenne. És akkor most nekem itt mi a feladatom? Mert azt mondta, hogy jöjjek ide a vonatba és nézzem meg. De hogy itt ezeket mivel tudom nyomogatni kéne? Itt a gombokat? Vagy mit kellene ezzel? Á! Kiengedem a fáradgőzt! De ezeket még úgyse tudom csinálgatni, ezeket a fejlesztéseket. Bátya, mit kék csinálni? Teljesen össze vagyok most itt zavarodva. Ezeket fel tudom szedni, vagy nem? Majd amikor koncentrál, akkor kell elnyomni ezt a visító hangot. A pocim gyenge, az is lehet amúgy. Nem, mert amúgy beveszi ezt a grafikát, úgyhogy annyira nem gyenge a pocakom. De nem tudom amúgy. Ágyúval tudod lőni, Charles. Hát jó, csak innen el kéne valahogy indulnom szerintem. Nézd meg a térképet. Aha, és akkor az mutat nekem valamit. Itt a vonat. Meg itt vannak ilyen... NJK, akivel nem találkoztál, opcionális küldetés. Hogy akkor innentől kezdve én csak így magamra vagyok ítélve és menjek? Nincsen valami küldetés lista? Vagy valami, ami leírja, hogy pontosan én most mit kell, hogy csináljak? Fegyverhez kell menni, told ki, vagy ilyesmi. Hát még toljam is a vonatot?
Jó, akkor idejövök a fegyverhez. Á, löveg platform, nézéssel célzol, cselekvés gombbal, billentyűvel tüzelsz. Bátyát nem tudom ellőni? Nem. Minden fegyvernek végtelen lőszere van! Wow! Na ez tetszik! Ez jó! Sziasztok, skacok! Jó, és szerintem akkor új fegyvereket lehet szerezni a küldetések során. Rövid idő elakadnak a szünet nélkül tüzelsz, ők gondolom túlmelegednek. Jó. Na, ide jött a bátyja! Megláttad, hogy elkezdek itt lövöldözni, azt elszaladtál, mi? Ez a játék jobb, mint a kód, én is azt érzem, igen. Nos, a belső kicsi kopott, de minden érintetlennek tűnik. A löveg, amit keresél, nem volt itt, amikor evakuáltak a szigetről, de elég jó mókának tűnik. Hehe! Ezért oda pörkölhetünk Charlesnak, és végezhetünk vele, mielőtt észrevenne minket. Készen állsz rá, hogy elvidd egy körre? Na náhogy! A középső kar előre mozgatja a vonatot, a bal kar hátrafelé, a jobb oldali kar megállítja a vonatot. Igen, ezt így gondoltam. Jó, hát akkor... És itt ki fogunk törni? Te őrült! Eljövünk érte, Charles. Hát jó. Ott jön! És akkor gyorsítsunk? Jó, menjek a lövekhez. Áááá! Gyere, szétlőlek! Miért vérzik a vonat? Miért vérzik a vonat? Egy vonatnak nem szabadna véreznie. Rotty! Az öreg ember meghalt. Remélem nem lesz rá már szükség. Végül is megtanított nekem minden fontos dolgot. Ennyi? Hát jó. Rendben. Ennek a játéknak mi a lényege? Ez egy nagyon jó kérdés. Fogalmam sincs egyébként, hogy mi lesz itt. De lábainak se kellene, hogy legyen. Jogos, jogos egyébként. Ez az most már nincsen bácsi, végre megszabadultunk tőle. Hát gondolom, akkor megyünk tovább. Na, hozok némi chipset, meg belőttem a vörösre a fényeket. De Charlie csak egy gigantikus pók. Hát jó. Egyszerre meg vonat is. Meg kellene nézni akkor, hogy hova akarunk menni. NPC opcionális küldetés, és ez is egy opcionális küldetés. Hát gondolom azért a küldiket meg kellene csinálni, nem? Tehát, hogy szükséges küldetés. És itt majd megyek valamelyik irányba, vagy nekem kellene a sineket átállítani? Jó, csinálunk egy ilyen féket, és akkor megnézzük. Rip bátya! Ennyi volt! Kapta halt! Ez ingyenes? Nem! 10 euró ez a játék! Az optimalizációval pedig vannak problémák. Én úgy gondolom. És hol tudom átállítani? Itt, ugye? Ez most balra megy, hogyha jól látom. Igazából nekem a balra megy, az annyira nem is rossz. Mert arra akartam menni. Amúgy lehet hülye ötlet leszállni erről a vonatról. Meghalt az öreg. Hát így járt. Végül is, ami fontos volt, azt elmondta, hogy hogy kell. Nagyon életű ez a játék. Igen, én ilyen 2000-es évek grafikájával játszom. Ez így igazán izgalmas. Ugye ezen minden centet és eurót megért már csak a grafika miatt is. Lehet telefonon is játszani? Hát mondjuk ezzel a grafikával szerintem elfutna egy 33-10-esen is. Na várjál! Drága, kedves vonatom! Álljunk meg itt és nézzük meg, mi van itt. Ez a játék elég rossznak néz ki. Miért? Most miért? Nem is értem. Biztosan te vagy a levéltáros, akiről Eugene mesélt nekünk. Igen. Örülünk, hogy kisegítettél minket ebből a nehéz helyzetből, amiben Charles és őrült Warren miatt kerültünk. Ugye tudod, hogy az öreg vonatodnak alapos fejlesztésre lesz szüksége, ha végezni akarsz Charles-szal. Van némi fémhulladék a fészeremben, amit felhasználtad a fejlesztésére. Itt a fészer kulcsa, az ösvény mentén van, kicsit feljebb, de azért bejelölöm a térképedem. Köszcsi, úgysem fogom megtalálni amúgy, hogyha bejelölöd. Amúgy milyen jó fej már!
Azt mondja, hogy vidd csak magaddal nyugodtan. Legközelebb, hogy Nokia-n játszom, ugyanolyan lesz, igen. Remélem, ő is velem jön, és aztán majd... feláldozhatjuk. Ó, ezeket kell összeszedni. Nagyon szép. Zseniális. Huha! Hulladékvasat találta, és 9 darabot kellene itt összeszednünk. Még valahol van egy darab fém hulladék. Mert én izé jöttem, hogy... Hát szia, bátya! Esetleg nem lenne egy kis eladó vasad? Ingyén is elviszem. Ja, visszük így a vasat. Nagyon jó lesz. Látszik, 100 éve nem vágta le a szakállát az új emberke. Levélteljeset Lekvárosról olvastam. Az is jó amúgy a Lekváros emberke. Az tényleg. Meg is éheztem. Nincsen mögött semmi? Kis hullámpala mögött nincsen. Ma jobb grafika vagy csak a PS nem bírja? Van! A számítógépem nem bírja. Hajfedőm honnan van? Immunak rendeltem, mert ugye neki volt ilyen kodos kihívás, hogy addig volt valami hülyeség a fején, ameddig nem nyertünk Warzone-ba. És tőle loptam be most így Halloween-re. De hogy már honnan rendeltem? Valamilyen kínai rendelős oldalról amúgy. Na, visszatértek a vonatomhoz. Sem kell vele beszélgetni, ennyi volt. Turcsióru bátyja nem jön velünk, pedig milyen jó lett volna. Esküszöm élném. Hogyha ő is velünk tartana. Na jó, itt tudok akkor fejleszteni. Sebességszint. Páncél. Sebzés, nekem az kéne szerintem. Vonat életereje. Amúgy javítani is kellene rajta. Jó, javítottunk rajta. Meg a páncélján. Sebességével nekem olyan nagy probléma nincsen. De aztán majd meglátjuk. Jó hullámlemezt meg ott hagyja. Hát na, mikor lesz Warzone? Hát most látod, hogy ez a játék hogy fut el. Warzone-nal is egyébként azért nem játszok, mert kellene a gépemnek egy fejlesztés. Úgyhogy rajta leszek egy fejlesztésen. Alió, sziasztok! Stok, sziasztok! Na nézzünk egy térképet. Itt akkor ez el is tűnt, ez a küldi. Akkor menjünk oda. Ahhoz az NPC-hez. Be is tudtam jelölni, és akkor így már látom is, hogy hova megyek. Ott a térkép a vonaton, és a másik bejelöli. Logika. Ez új játék, vagy régi? Új! Csak nincs jól optimalizálva. Pedig amúgy játszanék az új árkal is. Vagy hát új árkal a felújított árkal. De ezek után félek! Ezek után félek! Lehet tényleg az lesz, hogy... hogy most jön el az a pillanat, hogy izé... bemegyek a bankba, hogy jó napot kívánok, szeretnék egy új számítógépet! Na! Állj meg! Ugye nem megy? Remélem, hogy megáll. Elmetek, behúztam a féket. A maxos grafikkal az a 2 FPS, nekem egy. Na, király. Nézzük, itt mi van. Ó, itt is van fém hulladék. Azt mit kap? Szia, nénye, mit kapsz? Savanyúságos hölgy, segítségem van a savanyúságaimra. Nem, szüksége van a savanyúságokra. Megettem az utolsó üveg savanyúságot, ami a házamban volt, és már csak egy üveg maradt a szigeten. A titkos savanyúságú üvegem, bezárva a savanyúságos barlangomba. Hát ennek a lyuka barlangja savanyú. Ennyit tudtam meg róla. A savanyúságos savanyúság. Köszönöm szépen, Kaktusz, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Már órák óta nálam kellene lenniük, de elveszítettem a savanyúságos kulcsomat. Te vagy már egy nagy savanyúság! Valaki ezen a szigeten talán kovászolt, úgy értem kovácsolt álkulcsokat, ha pedig hozol nekem egy üveggel a különleges javasságából, jutalmul összes hulladékvasomat megkapod. Mi van? Kovácsolt, kovászolt, vagy kolbászolt? Lehet, hogy csak elkolbászolt. A kovászos uborkád.
Úristen, mi ez a játék? Gondolom, ide akar bemenni. És akkor most látom amúgy, hogy hova kell menni? Ott lesz a savanyúságos küldetést. Megyek a savanyúságos barlangba. Megsavanyúdok, megsavanyodok. Hát ez kegyetlen. Jó, el tudom úgy engem kapni a Charles. Hát 230 méteren csak nem jön. Amúgy azt mondta, hogy megkapom tőle az összes vasat, de... Én fel tudom szedni innen az összes vasat. Abszolút nem lesz bűntudatom amiatt, hogy összeszedem nála. Vagy ezen túl is kapok még? Ez a játék nagyon retard. Az amúgy. Én nem tudtam, hogy ez ennyire beteg. Hanem most jöttem, csak én nem értem ennek az értelmét. Én se. Én se. Mi a régi gépedben, amire szüksége? Hát egy alaplap, szerintem meg egy proci. Mi ez a hang? Itt is van, fémhulladék. Imádom. Ezek után mindjárt kezdjük a Fallout New Vegas-t. Esküszöm. Lila festékes doboz, ez az! Be tudom festeni lilára a vonatomat, ha akarom. Ó, itt is van még fémhulladék. Jöttem. Na itt van a barlang, meg ez a Minecraft láda. Remélem kiadja a Minecraft chess soundot. Várjál. Meginni, meginni. Meg fogok igen inni? Várjál, Minecraft chess sound. Bocsánat, kell amúgy a soundboardomra be kéne raknom ilyen hangeffekteket. Mondjuk ezt nem biztos, hogy olyan sokszor használnám, de nézzétek csak. Nem nyílt ki. Ilyet? Miért nem nyílik ki ez a láda? Savanyúság, savanyúság, sav, savanyúság. What? Remélem tetszett az ajándék. Igen, nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, kaktusz. Savanyúság. És hol van itt a kulcs? Mi ez a hammer? Hammer time. Charles sípol, hogyha a közelembe van. Az jó. És itt... Excuse me, az ott mi? Ja, az a fogókája. Jó, valami egészen másnak néztem. De itt most mit kéne csinálnom? Mert hogy ezt a ládát, ezt nem tudom kinyitni. Le kellene pattintani, vagy... Valamit itt magamhoz kellene venni? Mert itt csak a savanyúság van. De mit kellene itt csinálnom? Igen, uborka kell neki, egy jó uborka. Nagyon tetszik a ruhám, köszönöm. El fogom énekelni a savanyúságdalt, a kirédzselek, de... Szerezd meg a savanyúságokat a savanyúságos barlangból. Gondolom, itt lenne ebbe a Minecraft chestbe. De hogy szerzem én meg ezt a Minecraft chestet? Mert itt semmit nem tudok felszedni. Kilcsot kell hozzá keresni? Megkeressük akkor a kilcsot. Itt lesz gondolom akkor valahol a közelben. De legalábbis remélem, hogy itt lesz valahol a közelben. Hát itt tudom még elképzelni, de ezeket nem tudom szintén kinyitni. Itt még volt egy kis fém hulladék. Mondjuk azzal legalább már beljebb vagyok. Mi ez a hang? Ó, várjál, itt is van valami cucc. Lehet itt lesz a kilcs. Hol vagy? Nem, csak fém hulladék van itt. Vagy ezen az úton kellett volna jönnöm? Ha nem hiszem, hogy ennyire távol raknák a kilcsot. Vagy ilyen távol rakják? Mindenhol van fém hulladék? Hát ez így szuper easy lesz. Olyan vonatom lesz, hogy izé. Tomás bebújik a főd alá. Nem lehet letörni a lakatot? Lehet, hogy le lehet valahol. Nem tudom. A nényénél van a lockpick. Tényleg? Vissza kell érte mennem? Csak nem.
Csak nem. Azért az úgy elég ízé lenne, szivatás, hogyha most vissza kellene mennem a savanyúságos hölgyhöz. Nem lehet ez sehogy se kinyitni. Nem tudom, jó, belerugok ebbe a ládába, vagy felgyújtom, vagy valami. Igen, Bogi, ott leszek. Kövesd a fém hulladékokat. Hát, jó. Minden irányba vannak fém hulladékok. Szóval nem tudom, hogy most melyiket kellene. Sziasztok, sziasztok közben, akik most jöttek. Azt mondják. Itt mi van? Nincsen semmi se. Várjál csak itt, mint hogyha lenne valami. Tényleg ennyire távol is lehet amúgy ez a kulcs? Mert fém hulladékban most összeszedtem egy csomót, de... Nem hiszem, hogy 100 méterrel arrébb lenne a kulcs. Ezt a ásót nem tudom magammal vinni. Sziasztok, szia Zsoca, köszönöm szépen a raidet! A vonattal kell a váltó a másik irányba menned, hogy a küldik láda... Micsoda? Vonattal kell a váltónál másik irányba menned, hogy a küldetését a ládának meg tud csinálni. Igen, egy másik küldetésben fogom megtalálni ezt a kulcsot. Akkor ne is itt keressem? Ez a savanyúságos hölgy, ez ennyire át akar engem verni? Szerezd meg a savanyúságokat a barlangból. Tehát akkor gondolom, itt valamerre erre kellene mennem. Vagy, hogyha tovább megyek a vonattal, ott is tudok igazából irányt változtatni, szóval nem tudom, hogy most éppen melyikre kellene menni. Majd kipróbáld a rémálom módot. Nekem eléggé rémálom most ez is, ez a grafika. Úgyhogy max akkor, hogyha majd ez szebben elfut ez a játék, jó? Mert ez most így egy kicsit így... Erős, erős. Más NPC-től kell lockpicket szerezni. Á, jó, köszönöm szépen, királyság. Addig lehet rosszkor szólok, de egy fűrész van a fejedem. Mi? Köszönöm, hogy szóltál. Én észre se vettem. Láttam, hogy melyik a főküldi, csak egy olyan jó tanácsot kaptam egy barátomtól, aki ajánlotta ezt a játékot, hogy a mellékküldetéseket is érdemes megcsinálni. Szóval nem akartam speedrunba csak a főküldikkel foglalkozni. De most már akkor befestettük lilára a vonatot. Hát, hogy majd jobban tetszik Charlesnak. Nagyon tetszik a videó, köszönöm szépen. Köszönöm, örülök, hogyha jól érzed magad. Hát akkor megyünk tovább, aztán egyszer majd csak lesz lockpickünk. Mindjárt nézem, hogy most merre tartunk. Itt is vannak amúgy küldik. Úgyhogy lehet, hogy azt megnézzük. És megint leállítom a vonatot. És akkor megnézzük itt, ki mit ad nekünk. Itt is vetted olyan a fejedben egy fűrész. Hát ilyet, hát látod, látod. Előfordul szerintem a legjobbakkal is. Ó, hogy ott meg az életemet mutatja, csak szerintem pont kitakarom. Minden egyes ilyen lábtöréssel egy kicsit lejjebb megy az életem. Úgyhogy lehet jobban kellene vigyázni a testemre. Ha nem mondta volna a mellékküldetéseket, akkor nem lenne ennyire savanyú. Savanyú, savanyú. Na, ugye ez tetszik, szeretem az ilyen őrült küldetéseket. Ó, oh, hello, bátya! Santiago bátya, a többiek meggyőztek valakit, hogy segítsen nekünk. Sziasztok! A grafika mindent visz. Mondom, ez egy új játék lett így. Örülök, hogy eljöttél, de nem maradhatok tovább, mert ez a sziget kinyíri az idegeimet. Idehoztam az összes cuccomat, hogy azonnal távozhassak, amint érkezik egy hajó. Bár most, hogy belegondolok, otthon felejtettem a naplómat, elhoznád nekem? Az biztos, hogy veszélyes utazás, de lehet, hogy megbirkózol vele azzal a vonattal. Odaadom az összes hulladékvasomat, csak arra kérlek, hogy legközelebb, ha erre jársz, hozd el a naplót. Oké. Okay. Én felszedem az összes hulladékvasodat, ne aggódj. Úgy gyűjtöm a vasakat, mintha mindig is ezt melóztam volna. Mindig is egy vasgyűjtő lettem volna. És
akkor most neki is gondolom, itt jelzi valahol a térkép. Odáig el kell mennem Santiago-hoz. Hát jó, akkor megyünk tovább. Ez biztos, hogy horrorjáték, igen. Ez biztos, már jött is amúgy a vonat egyszer. Most fog jönni, Charles. Ne csináld! Ne spoilerezz! Ha tényleg most fog jönni, akkor ne spoilerezz! Mindenki harapjon rá egy jó savanyú kovászos uborgára ezek után. Igen, visszanézhető lesz. Visszanézhető lesz. Random jön, akkor jó. Ha random jön, akkor nem tudjátok leszpoilerezni. Ha ha ha! És most melyik irányba néz? Most balra mennék tovább innen. Viszont én... itt most jobbra akarok menni, úgyhogy akkor váltunk. És akkor megyünk tovább. Nem mondom, nekem ez ilyen első játék. Végigviszem ma este az egész játékot. Azt néztem amúgy, hogy nem olyan hosszú, úgyhogy szerintem igen. Szerintem végigviszem. Hogy csináld meg az is képét, hogyha élő adás tessék? Ne, jön az izé! Ott jön! Ott jön! Ah! Menj már! Menj innen! Ujjaj! Pedig elmentek, most jobb lett a cucc. Ne, 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 ne! Hát nem várjál már! Javul amúgy magától a vonatom? Hát majdnem, izé, teljesen tönkre ment a vonat. Na várjál! Vonat életereje! 100%. Amúgy lehet, hogy akkor tényleg a sebességre is tolhatnánk egy kicsit, meg a sebzésre. Arra mindenféleképpen. Most hol vagyok? Hol járok? Ne, rossz irány... Nem, jó irányba jöttem. Oké, akkor nincs olyan nagy baj. Jöttem a naplóért. A naplopó naplójáért. Elkap, vigyázz! Jézus, mekkora pók! Az anyámat! Nem gondoltad volna, hogy egy vonati esző lehet, nem? Mondjuk úgy önmagában szerintem nagyon para mese volt a Thomas a gőzmozdony is. Tehát az, hogy arca van egy vonatnak, az már úgy önmagában borzasztóan creepy. De szép ez a kanapei! És hol volt itt a napló? Vagy már felszedtem? Annyira figyeltem, hogy már fel is szedtem a naplót. Nem, csak hulladékvas van nálam. De valahol ide jelzi amúgy, hogy itt kell nekem keresgélni. Santiago otthon hagyta a naplóját, és szüksége van valamire, ami elviszi neki, igen, hulladékvassal fog fizetni. Lehet nem itt bent tartja a naplóját? Simán lehet. Mi, megnézzük akkor itt mi van. Hát, ha esetleg itt a Stonehenge-nél tartja. Vagy mi ez? Ez ilyen áldozókű? Hajjamma. Nem tudom, hogy itt mit csinál. De hol a napló? De ott mutatja amúgy, a ház előtt mutatja. Szia, ma lesz Stumble Guys. Ma nem azzal játszok. Lehet, hogy grafikailag hasonlít rá. De most ezzel a játékkal szeretnék foglalkozni, nemrég kezdtem, úgyhogy ha nem baj, először ezt tolnám végig. Úgy, itt még van bent egy szoba, jó. Azt hittem, ez kifele vezet. Itt van a... Azt nem tudom elvinni, ezt a piás üveget. Mármint azért kell az alkohol, hogyha véletlenül megsebesülnék, akkor tudjak fertőtleníteni, tudjátok, ez fontos. Olyan jó a grafika, hogy Charles átbugolt a vonatodon. Amúgy nem bugol át? Én féltem, mindig sírtam tőle. Az kemény. Mármint most nem téged nevetlek ki, hanem hogy amúgy tényleg ijesztő. 10 hulladékvas. Mire fejlesztünk még? Én azt mondom, hogy még több sebzésre. A sebzés az tudja, hogy jó lesz nekünk. És... fegyveres küldetés. Amúgy az lehet, hogy jó lenne. Meg itt is van egy opcionális küldetés. Nem tudok visszafele... De tudok tolatni, várjál. Akkor tolatunk. De gyorsan tolatunk! Azt hiszem, hogyha ilyen sebességgel tolatna egy vonat, akkor az nem...
Várjál, meg is érkeztem. Ide jöttem. Állj meg. Köszi. Elfér a zsebemben ez a hatalmas nagy fém, látod? Win, nem, én féltem tőle gyerekként. Na, itt amúgy mindenki ilyen cowboy. Szóval te vagy a szörnyvadász. Meg szellemekre is vadászok, alkalmanként. Tudnom kell, van-e tapasztalatod a szellemekkel? Valaki vagy valamilyen... valaki vagy valami minden este pontosan 16 rajzott tűz a lámpaoszlopokra a sziklamezőn. Ez egy Slender utalás! Mindig összegyűjtöm és elégetem őket, de miközben tegnap este keresem őket, furcsa zajokat kezdtem hallani, és fura hangokat, vagy fura dolgokat láttam. Tegnap a felfordulás miatt csak a felét találtam meg. Megkeresnéd az utolsó 8-at és elhoznád őket nekem? Ez egy Slender utalás! Vissza kell mennem a csávóhoz. Igen, tudom, az a terv, csak közben akkor majd megcsinálom ezt a küldetést. Ez teribe Slender, gyűjtsd össze a 8 lapot. 1000 éve nem játszottam a Slenderrel, és tudom, hogy ilyen rajzok is vannak, ja. Ajaj. Nem lenne... Mi? Menj már! A fémbas! Ott jön! Nem! Nem, 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 nem! Ott van még? Vagy most... Valahova újra spawnolt? Slenderman, igen. Slender volt a játéknak a neve. Tudok amúgy lopakodni? De most megint itt van valahol. Nem jó, ott jön. Hagyjál már békén! Az mi? Igen. Jön még? Meddig jössz még utánam? Jön még? Még mindig jön? Még nem sétáltam ki erről a területről. Ah, még nem sétáltam ki erről a területről. Hát ez így... Ne csináld már! Ó, itt is van egy oldal. Most kijöttem, ugye? Igen, most már... Hogy kerültem ide? Ez én vagyok, vagy a vonatom? Nem, a vonatom ott van. Na várjál, akkor vissza kell, hogy menjünk. Két oldalt már megtaláltunk. Igen, van. A grafika az csodás, tudom, köszönöm. Potátó PC. Hol van még oldal? Imádom, egy kis fémhulladékot is össze tudok itt kapirgálni az erdőbe. Már megint ott jön! Amúgy ezt lehet, hogy nem kellene megcsinálnunk. Hű! Ez fájni fog. Au! Szerintem most leráztuk. Az a baj, hogy nekem borzasztó a tájékozódásom, szóval nem azért lesz ez sok idő. Mert nagyon béna vagyok. Hanem azért, mert... Nem tudom, merre jártam és merre nem. De speedrunolom ezt a Slendert. Ott jön már Megan. Itt van még egy! Miért van ilyen hangja? Fele már megvan. Amúgy most, mint hogyha nem jönne utánam. De ott jön Megan. Nem jó! Hagyjál békén! Mikor nem tudod, hogy textúra hiba vagy. Igen. Hú, jó. Ezt a négy oldalt nem adhatom oda? A felét megcsináltam. Nekem a felé, fele hulladékvas is jó. Fenébe szerintem nem fogja elfogadni.
Hány órás lesz a live? Nem tudom, én szeretném kijátszani ezt a játékot, szóval majd meglátjuk, hogy mennyi idő kijátszani. Nyilván gondolom attól is függ, hogy milyen gyorsan tudok végezni a küldetésekkel. De továbbra se időre streamelek. Nem úgy ülök le, hogy akkor most ma 6-tól 8-ig élő lesz, és akkor 8 órakor telibe lelövöm. Van még egy lapunk. Már 5 megvan. Még egy? Nem jó? Attól félek amúgy, hogy újra kell kezdeni, hogyha meghalok, szóval nem szeretnék meghalni. Nem nézünk átra. Ne! Hallom a vonatot is! Hallom a vonatot is! Mi van, ha elkap? Nem tudom. Azok a lapok mire jók? Hát ez a küldetés, hogy össze kell gyűjtögetni őket. Mert a nénjét nagyon zavarja, hogy valaki ide felrakosgatja ezeket a lapokat. Itt a 7. És még egyet kellene megtalálnom valahol. De! Várj el, ez a vonat! Nem is előled! Kisiklott. Kisiklottam! Nem kell újra kezdeni, ha meghalok? Akkor jó. Ügyes legyek. Igazán köszönöm szépen közben itt a jó kívánságokat, illetve nagyon szépen köszönöm Kaktusznak a csatorna tagságot. Bocsánat, úgy látszik, elsiklottam fölött. De nagyon szépen köszönöm. Akkor nem kell újból kezdenem? Remélem. Elvesztettem 2 vasat. De ez amúgy, hogy nem is a Slenderöl meg, hanem csak így ide jön a pókvonat. Ezt úgy nem érzem igazságosnak, összefogtak ellenem. Slender ellen még simán. De hogy még a vonat is jön, az azért az már úgy hard. Megvan. Kritikus fontosságú tárgyakat szereztél. Kritikusan fogom odaadni Sasának a kritikus tárgyaimat. Megvannak még a lapok? Megvannak, igen. Úgy érzi, szerintem, hogy a földről kisiklottam. Hogy kell csatornatagnak lenni? Azt YouTube-on tudsz. Mert hogy a stream megy YouTube-on, meg Twitch-en is, igazából úgy voltam vele, hogy ahol kényelmesebb nektek nézni, ahol jobban szeretitek, nézem mind a két chatet természetesen. Úgyhogy a pókvonatnak nem a sinek kéne, hogy menjen? Nem. Köszönöm, hogy elhozhat nekem ezeket a papírokat. Mivel vannak lábai, ezért tud a sinen kívül is menni. Tessék, némi hulladékos, ami segíthet. Mennyit kaptam amúgy? Mennyit kaptam? Akarom tudni amúgy, hogy ez most megérte-e. Megérte-e? 46 darab hulladékvas van. Nem tudok itt bemenni. Még azért itt körbenézek. Tudtam, hogy a ház mögött is lesz. Annyira tudtam. Tudtam 2 T-vel, de lehet akár 3-mal is. Kinek hogy tetszik. Hogy vagyok? Meg vagyok. Köszönöm, jól érzem magamat. Meg egy élmény ezzel a grafikával ez a játék. Jó, imádom. De a Bambamban is volt a pókvonat. Igen, ott is benne volt ez a karakter. Csak én nem játszottam még ezzel a játékkal, úgyhogy ki akartam próbálni. Egyébként vicc, hogy a Bamban az jobban van optimalizálva. Amúgy, hogyha most ki akarod játszani, akkor inkább főnök vesztek el kéne fog... Ja, főkvesztekkel akarok foglalkozni. Hát én akarok a mellékekkel is. Mert nekem mondom, a barátaim azt mondták, hogy úgy jó a játék, hogyha a mellékküldikkel is foglalkozik az ember, szóval... Én ráérek! Rossz a minőség, igen, tudom. Ha jó minőségűre vettem fel a játékot, laggolt, mint a fene.
Úgyhogy bocsánat, most nálam ilyen izével lehet nézni, Win 98 grafikával. De így viszont nem biztos, vagy így viszont biztos, hogy nem láttad másnál. Tehát nézd a jó oldalát. Ilyen trash grafikával biztos, hogy nem játszotta ki senki ezt a játékot. Mi lenne, ha Kövi Bambamból stream lenne? Nem akarok streamet abból a játékból, mert szeretnék vele úgy foglalkozni, hogy értelme is legyen. Nem az a célom, hogy minél hamarabb kijátszam, és egyből megjelenés után már indítsam is a live-ot, hanem azt akarom, hogy élvezhető videó készüljön belőle. Nagyon köszönöm, hogy elhoztad a naplomat. A saját érdekedben remélem, hogy nem néztél bele. Bele lehetett volna nézni? De itt az a vashulladék, amit ígértem. Köszcsi. Köszcsi pucsi. Most már akkor mehetsz is innen. Jó. Na, ezzel akkor meg vagyunk. Ott van a... Ott van egy NPC, akivel még nem találkoztam. Vannak azért itt még bőven. Ott is van egy szükséges küldetésünk, úgyhogy akkor most abba az irányba viszont elmegyek. De mondjuk még ezt az NPC-t megnézhetnénk. Oda én még lehet elsiklok. Meg így tudod szerezni a vast, amivel tudod felújítani a vonatot. Hát az meg a másik, igen, hogy azért gondolom úgy egyszerűbb lesz, hogyha... Ha jó a vonatom, ha jó a vonat, szerez vasakat! Ha jó a vonat, szerez vasakat! Nem kéred vissza, hogy belenézem, úgy tényleg? Á, bátya, hadd nézem már meg! Érdekelne. Jó, egy hulladék vas kellene. 83 van, na látod, páncél. Kapta, kapta. És már van sebesség, van minden. Itt még kicsit vissza kellene menni. Menjünk itt visszább. Szia kicsi, ez milyen játék? A Csucsucsársza játéknak a neve. Annak idején mindenki rommá játszotta. Én meg úgy voltam vele, hogy most így Halloween-kor kipróbáljuk. Aztán meglátjuk, hogy milyen. Amúgy... Relatíve fán. Csak sajnálom, hogy ilyen grafikával megy. De mondom, hogy esetleg sikerül egy gép upgrade-et csinálni, akkor... akkor majd lehet megnézzük a rémálom módot is egyszer. Hát nem, ha jó vonat, szerez vasakat. Jó, lehetett volna ez kreatívabb is. Lehetett volna ez kreatívabb is, de most ennyire tellett, sajnálom. Mióta játszok? Egy órája. Bár egy órája játszok? Lehet akkor ez egy hosszabb stream lesz, de nem bánom igazából, jól érzem magamat. Jó, most akkor megérkeztünk, itt is van egy NPC. Jó napot kívánok! Itt nincsen vas? Dehogy nem. Köszönöm. Hű, mitől? Valaki izé ide. Kiöntötte az eperlekvárt. Jön! Jön! De én most itt beszélni szeretnék a küldetésadó emberrel. Beszélni szeretnék itt valakivel, mert itt lesz valaki. Nem, nincs senki. Á, ide be tudtam jönni. Jó. Na szia, veled kell beszélnem. A beomlás előtt egy tartalékvagont toltam a kanyonba, a gyönyörű régi bányavatommal. Arra gondoltam, hogy egy vasútkocsi remek hely lenne, fontosabb holmiaim elrejtésére, különösen egy távoli, befejezetlen vágányon. Nagyjából egy hete elmentem kivenni valamit a vagonomból a kanyonban, de Warren néhány embere épített ott valamiféle tábort vagy bázist. Nem tudom, hogy hogyan szerezzem a dobozomat, meg a dobozomat biztonságban, és nem tudom, meddig bírom ki nélküle. Ez valami elrejtett dolog lenne, amit meg lehet találni? Üdvözöllek Araneumban, a múzeumi levéltáros ember.
Elnézést, a bemutatkozás nem az erősségem, de azt hiszem egyikünk sem azért van itt, hogy társasági életet éljünk. Van számodra egy üzleti lehetőségem, ha érdekel a dolog. Van egy nagyon különleges kis dobozom egy vasúti kocsiban a közeli kanyonban, de a gazemberek tábort állítottak fel, hogy védjék azt a területet, szóval légy óvatos. Keresd meg a kék dobozt és hozd vissza hozzám. Adok neked fizetségül némi vashulladékot. Mindenki vashulladékkal fizet itt. Honnan tudják, hogy amúgy nekem értékes a vashulladék? Olyannak nézek ki, ha? Olyannak nézek ki, aki a vashulladékért él is hal. Ah, és akkor oda kellene menni. Theodor kék doboza a vagomban van, a kanyomban. Ha elviszed neki, megjutalmaz. Viszont azt írta, hogy itt fel vannak fegyverkezve, és nem biztos, hogy a vonatommal elég leszek ott. Hát nem tudom. És figyelzni, hogy megint hátulról jöjjön, igen. Nem tudom, milyen játéka játszok, amit nem mondok meg hamar, és nem fizetős. Hát, van amúgy egy csomó jó ingyenes játék. Én például a Warzone-nal nagyon sokat játszok, és nagyon szeretem ugye az ingyenes. De nem tudom úgy, hogy te milyen jellegű játékokat szeret, szóval nyilván attól is függ. Nézem a csetet, igen. Mind a kettőt olvasom folyamatosan. Itt az a pénz. Na jó, de oké, nekem hasznos. De most, hogyha jön valaki, és azt mondják neki, hogy hulladékvasat kap, akkor érted? Ha neki nem nincsen egy vonatja, amit upgrade-elnie kellene, akkor neki nem hasznos a hulladékvas. Értem, hogy itt ez a fizetség. Lopakodunk. Hey! Hey! Hello! Köszi, hogy itt lehettem. Jó volt. Jön még utánam! Ne! Ez tényleg izé. Dangeres. Lövöldözik rám. Jössz még! Jön még utánam! Gyere! Még mindig jössz. Jól van akkor. Kényelmes a hajráp és a fülhallgató nem nyomja a fejemet, ha azért kérdezed. Na gyere! Figyelj, gyere a vonatom mögé, mutatok valami nagyon királyat. Meddig jön még? Ah! Ne ijeszges! Au! Micsoda modor? Hol vagy? Megoldottuk, oké? Okay? Fegyveredet nem tudom elvenni. De miért, mi ez a izé? Miért nem tudom elvenni a fegyverét? Neki már úgyse kell. Nem? Már úgyse kell. Pont erre a dobozra volt szükségem. Hát ez fantasztikus. Fogd ezt a hulladékvasat, aztán tűnés. Hát látod, visszakapta az öreg lány. Én nem aggódok rajta. Oké, és ez a küldés akkor megvan, viszont én akkor oda akarok eljutni. Mert ott van valami fegyver is, meg van valami főküldés, úgyhogy azt csak meg kellene csinálnunk. Happy Halloween. Jó, innen hogy jutok el oda a legegyszerűbben? Mondjuk ott van két főküldetés. Főküldetés... Az nem semmi. Jó, vissza kell, hogy tolassak. És akkor majd utána kell szerintem átállítani itt a dolgokat. Csúcsú! Nem tudom amúgy húzni ez. De! Csúcsú! Ettől lesz meg az igazi vonatos hangulat. Csú! Ezzel a grafikával fogunk találkozni, csúcsúval meg fogok ijedni. Hát már találkoztunk vele. Köszönöm szépen, Kaktusz. Nagyon szépen köszönöm. Szia, Csincsilla. Igen, hátrafele megyek. Hova várjál? Most a másik irány kell nekem. Kicsit megállítjuk a vonatot, mert itt át kell állítani a sineket. De ezt a vonatot amúgy nem érdekli, tehát hogy vele úgy lehet bárhogy menni. Szia Petra, Halihó, üdvözöllek téged! Jó szórakozást kívánok! Ezt a vonatot élvezem a legjobban.
Azt hiszem odahívod a dudolással Charles-t. Igen, tényleg? Ne dudálj, mert oda vonzod a... Tényleg? Azt nem tudtam. Mi ez ilyen párzási hang neki amúgy? Meghallja és... Ez az. Imádom, amikor valaki így fütyül. Bevonza a pók ösztöneit, mi? Nem, ki szeretnék ugrani? Nem tudok kiugrani, muszáj. Majd most rossz irányba megyek már megint. Ezt itt vissza, visszatolatunk. Halihó, sziasztok! Pedig olyan jó lett volna itt dudálgatni. De hát megértem, biztos most van a pókvonatok párzási ideje. Aztán nem akarom, hogy itt valami baj legyen az én vonatommal. Jön a csoki vonat, beszállás, nincs megállás. Legyél ügyes! Ügyes leszek! Eddig hogy haladok? Szerintem jól, megcsináltunk egy pár mellékküldetést. Most fogok főküldetésekre is fókuszálni. Ki fogok siklani? Miért? Túl gyorsan megyek? Csak nem. Legalábbis remélem, hogy nem. Ha jó a vonat, gyűjtsé vasokat! Attól lesz amúgy jó a vonat. Na, az elmetek itt most kettő küldink is lesz. Úgyhogy remélem, ezek jó küldik. Hasznosak. De úgy biztos ezeknél magyarázzák el, hogy ne dudálgassak, meg ilyenek. Én meg itt dudálgatok. Na, ezt a minigát lehet megkapni? I mean, bármit is kell csinálni. Paul megkért, hogy tervezek egy új fegyvert, amely segít levadászni Charles-t, aztán széleskörű rombolási tapasztalat, amit felhasználva elkészítettem ezt a rakétavetőt. A várról indítható... rakétavető. Régóta vágyom rá, hogy lássam Warren birodalmának az összeomlását. Remek lehetőség volt tehát, hogy ennek az apróságnak a megépítése. Most, hogy itt vagy, szükségem lenne néhány percre pár biztonsági óvintézkedés kiiktatásához. Amíg ezen a dolgozom, visszahozhatnád ide a doboznyi rakétalőszert a vágány mentén található bunkerből. Jó. Akkor lőszereket kell hoznunk. Amúgy ez kb. Annyira értelmes, mint a Five Nights at Floppa. Imo most szerintem warzónozik, nem tudom amúgy mit csinál pontosan. Juss be a közeli bunkerbe és szerezd meg a dobozni rakétát. Megnézzük itt mit tudunk csinálni. De ez single player játék, ha jól tudom, szóval nem tudna játszani velünk. Itt is volt egy kis vazs. Akkor az a vazséről elmegyünk azért. Jó ez a grafika, köszönöm szépen! A férfi miért töri ki a kezeit? Mert jól esik neki. Ő ettől lesz ilyen kemény legény. Erős, erős jóskapista. Na nézzük. Ide kellene nekem bejutnom ebbe a bunkiba? Hát gondolom. És hogy lehet ide bejutni? Itt. Ez zárva van. Ó, ez is kellene az a lockpick. Gondolom akkor ehhez is kellene az a lockpick, amit mondtatok, hogy majd a savanyúságos asszonynak is. Ó, ne. Ó, van itt egy kis dinamit. Akkor lehet megoldjuk ezt másképp. Lehet nem kell nekem ide lockpick. Mondjuk a savanyúságos dobozt lehet ezzel kellene inkább fel robbantanunk. Ez robbanni fog? Valamennyire azért szerettem volna látni is. Mi ez a sok gem? Kisiklottam. Dinamitó, meg lett a dinamitó, igen. Jók a matricáim, köszönöm szépen, Csicsi.
Elvittem odat! Na jó! Ó, és most megint oda kell sétálnom. Úristen! Nem számítottam arra, igen. Most viszont ez a rész, ez nagyon-nagyon hasonlított arra, vagy nagyon-nagyon ilyen olyan vibe-om lett, mint a... melyik az a játék? A Until Dawn, abban is volt egy ilyen rész, amikor a csillagkocsival mentek. De betörtük? Nem törtük be. Ez mi volt? Rám gurult a csillagkocsi, és nem tetszett. Fájt egy picit. Ha kinyitom a térképet, jobban lehet látni a hulladékot? Gondolom ez kellene. Aha. Ezt is el lehet küldeni? Nem, azt nem kell, jó. Maradj ott! Na, megvan ez is. Rakéta vető lövedék teszt, első verzió sikertelen, második verzió sikertelen, 13 másodperces repülés, negyedik verzió siker. Négyszer lett tesztelve, összvisz. Remek. Nem vagy letiltva, Aliz. Én látom, amit írsz. Úgyhogy nem hiszem, hogy le lennél tiltva. Nagyon pixeles a kép, tudom. Sajnos így futott el nekem ez a játék. Úgyhogy bocsánat. Ez most ilyen old school grafika. Régen ilyenek voltak a játékok. Nem voltam mindennek csili-vili grafikája, és egy ilyet is úgy éltünk meg, mint hogyha a világ legvalósághűbb dolgát élnénk át. Ez ilyen. Én ilyen boomer vagyok. Én csak direkt ilyen rossz játékokkal játszok. Nem, amúgy most annyira kedvem lett Fallout 3-azni, vagy New Vegas-ozni, annak is ilyen hasonló grafikája van emlékeim szerint. És csak azért, mert ez a grafika hozta meg amúgy a hangulatot. A rakétavető kiválóan működik, szóval át is engedem neked a terepet. Ó, és vigyázz rá! Miután elkészültél, meglátogatnék vele néhány embert, ha érted, mire célzok. Meg akarod mutatni a nagy rakétádat nekik? Nekem semmi baj nincs a minőséggel. Hát akkor jó. Andi, hallottad a csúcsúcsjárt zenét? Nem. Na nézzük, van 65 darab hulladékvasam. Javítani mindenféleképpen kellene rajta, még én a sebzésen tolnék még. Úgyhogy szerintem ez így most jó. Egész szépen már felturbóztuk a kis vonatot. A vonatra kell a rakéta. Na jó, de azt hova rakom? Volt itt ennek egy külön hely? A boom. Kisiklató. Jó, hogy ezeket itt tudom csereberélni, hogy akkor éppen melyiket használom. Oké, értem. Király. És akkor itt van egy fő küldetés is, úgyhogy akkor azt is gyorsan megnézzük. Oké, és... gyűjtögetjük. Szerintem itt fönt lesz amúgy a karakter, akivel találkoznunk kell. Aha, itt is van! Hirtelen azt hittem teljesen mesztelen! Eugene már biztosan beszélt rólam, tehát nem szükséges bemutatkoznom. Hát nagyon szép vagy! Amúgy Gregnek hívnak. Ha még nem tudtad, Warren a bánya vezetője 3 szörnytojást tart elzárva. Nem tudjuk, miért akarja megvédeni a tojásokat, amikből biztosan olyan szörnyek kelnek ki, mint Charles. Hogy ezt megelőzzük, el kell lopnod mind a 3-at, majd el kell csalni vele Charles, hogy elpusztíthassuk. Az egyik tojás az északi bányában van, itt a kulcsa. Közcsipuszcsi. És akkor most hova kell mennem? Északi bányába. A jó messzire. Viszont ott is van egy NPC, akkor már csak azt is meg kéne nézni, nem? Amúgy lassan csak főküldetések maradnak, annyira csak a mellékküldikre fókuszálok, de szerintem az nem baj. Megnézzük akkor ezt is. Mindjárt jön a pókica? Hát majd meglátjuk. A fűtextúra a legszebb? Igen, amúgy. Itt ezek tetszenek a legjobban, ezek a nem tudom mik. Volt ott papír? Volt, na majd megnézzük.
Hát bocsánat, ez a grafika van. Ezt kell szeretni. Mhm, tud ide kell hozni valami cuccot. Ezek amúgy annyira tipikus dolgok, hogy biztosítékládába kell valamit elhozni, elemeket kell keresni. Úgy lehet, hogy majd pont erre kell jönnöm, szóval annyira még itt nem kellene talán körbejárni. Na. De laza vagy! Ja, jó, beteg. Akkor nem bántjuk. Még nem találkoztunk, de sokat hallottam arról, hogy eljössz segíteni nekünk. Kérnék egy szívességet, a világító torony oldalán ki kellene cserélni a megszakítókat. Nemrégiben megtámadott Charles, szóval én magam nem vagyok képes rá. A megszakítók a közeli raktárban vannak, ha elviszed őket és megjavítod a világító tornyot, megpróbáltok jelezni az elhadó hajóknak, hogy jöjjenek segíteni. Ha végzel, lesz némi hulladékvasam számodra. És hős is lehetek, azért azt tegyük hozzá. Óceán figyelés 68. nap, kérlek juttass el egy példányt Paulnak. Kimentem, hogy elvégezzem a világító torony rutin ellenőrzését, ahogy megkerültem az épület sarkát, megláttam azt a fenevadat Charles-t, észrevett és felszáguldott a dombra egyenesen felém. Az a pukvonat egy iszonyatos szörnyeteg, nem értem Warren miért akarja, hogy Araneorumon maradjon ahelyett, hogy megpróbálnák elmenekülni a fenevad elől. Feltételezem, Warren egyszerűen megőrült és azt gondolja képes egyedül kezelni ezt a helyzetet. Charles minden esetre átrohant rajtam és széttaposta a lábamat. Nem tudok részt venni a közelgő megbeszélésen, és megkértem Greget, hogyha lehetséges hozzon vissza egy példányt a feljegyzéseimből. Jó. Amúgy ezek azért vannak itt, hogyha esetleg nem jelenne meg a karakter, akkor is ugyan mit kell csinálni, vagy? Csak gondolom, akkor ezeket ide kell hozni. Hát tényleg közelre kell menni, jó. Ez annyira nem gáz. Szia, Dr. Levenész, üdvözöllek! Így a stream nézése közben megjött a kedvem az első három fűrészfilmet megnézni. Wow! Láttam már rosszabb minőséget. Ennél is? Még lejjebb lehet venni a minőséget? Ezeket kell összeszedegetni, ezeket a strandpapucsokat. Csodálatos strandpapucs. Na, a kaktusz, akkor majd ott, Ali. Örülök, hogy eljössz majd. És akkor ide. Ja, csak 4 darab kellett, jó. Tér vissza a Claire-hez a küldetés teljesítéséhez. Erre amúgy nem fog ide jönni erre a hangra? A világító torony megjavítása nagyban javítja az esélyeinket, hogy észrevegyenek. Itt van a hulladékvas, amit ígértem. Köszönöm! Igen, van ennél lejjebb minőség is. Áh! A fenébe. Én meg már azt hittem, hogy sikerült a legalját. 140 pin a legjobb nézni. Képzelem, milyen élményt nyújthat. Gregnek nem szóltak a szülei, hogy vegyen fel kabátot? Ő nem fázik amúgy. Esik az eső, tehát hogy így... Ha nyár is van, maximum szerintem 16-18 fok körül lehet. Szerintem kicsit hideg van ahhoz, hogy ő ilyen vagányba mutogassa a nem létező izmait. Ono! 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 Ez a vonat lesz. Egyenesen tovább. Ez a vonat lesz. Valahol itt kell, hogy legyen akkor a közelbe. Amikor átláltok a térképre, mindig azt hiszem, hogy jambusztal ugrasz. Elhagytam egy vasat, hát most már azért nem megyek vissza. Ne hari! P-ig van a minőség legalja. Szia Zsófi! Üssem el Charles-t? Hát nem biztos, hogy el lehet. Egy vonatot elütni azért az úgy elég érdekes lenne.
És azt kellene majd megnézni, hogy melyik irányba megy a váltó. Vagy... Á, nem, oké. Okay. De itt is lett volna, gondolom, egy váltó. Stream vége akkor lesz, amikor kijátszom? Szerintem igen. Főleg, hogy lassan már... meg is vagyok. Majdnem az összes mellékküldetésekkel. Főküldiből se látok amúgy olyan sokat, sajnos. Szóval elmetek, nem egy olyan hosszú játék. 1-2 óra alatt kijátszható. Szerintem ebben a tempóban, ahogy én játszom, még úgyis egy max 3 óra, meglátjuk. Nem ülnék le még egyszer játszani. Akkor már inkább egybe kitolom. Úgyhogy, ja. Ez itt micsoda? Ja, hirtelen azt hittem, itt is vannak ilyen hulladékvasak, tökre olyan színe volt. Itt a sim mechanika is remek. Igen, egyébként imádom, hogy így... így mennek a sinek, mint a halacska. De nagyon hosszú. Nem hiszem azért, hogy annyira nagyon hosszú lenne. Hát majd meglátjuk. De szerintem azért azt ki tudjuk még ma játszani. GTA 3 a térkép kinézete. Mi a baj, Áron? Miért írt el be 600 millió felkiáltó jelet egymás után? Szemüveges vagyok-e? Vezetéshez szoktam használni, mert távolra nem látok annyira jól, de közelre jól látok szerencsére, úgyhogy ilyenkor nem nagyon szoktam hordani. Viszont nyilván vezetéshez kell. Na jó, itt van akkor az a fő küldetés, és akkor itt tojásokat kell gyűjtenünk, pók tojásokat. Ha minden igaz. Ami azt a rakétavetőt miért nem tudom magammal hozni? Tök menő lenne, hogyha magammal hozhatnám. Jó, itt csak főküldik vannak, meg ott is lesz egy fegyveres küldetés. Érdemes amúgy az összes fegyvert megszerezni? Gondolom. Ojjaj! Itt bántani akar a bátyja! Ne bántsál! Most tényleg mindenki rám akar itt lőni? Téged is vissza kell, hogy vezesselek oda a vonathoz? Az baj. Remélem elvisz téged, Charles. Ah, ott jön közben Charles is. Az visszaszaladt az ember, hallod? Ne csináld! Azt a mindenit! Jó, egy hatalmasat habcizott, szerintem lehetett hallani is. Hol van most az ember? Hallod, itt lő? De nem akarok amúgy innen elmenni. Ne! Amúgy ez a fegyver egy... értelmetlen hülyeség. Mi? Mi ez? A vonatnak a HP-ja nem a legmagasabb. Álljunk meg, mert ott a küldit meg akarom csinálni. Wait a minute. Azért ez nem úgy működik. Mondjuk megöltem azt az embert, nem? Végül is akkor innen is el tudok oda sétálni. Talán annyira nem nagy kitérő. Eltűnt a facecam. Kikapcsolt a kamerám. Kikapcsolt valamiért a kamerám. Lol, ilyet még nem is láttam. Bocsánat, valamiért kikapcsolt a kamera. Remélem nem sokáig tűnt el. Fekete kocka lettem, igen. Oké, most már látom. Itt vagyok. Valamiért kikapcsolt a kamera. De most már van! Most már van! Most már nem kezd bemelni, hogy Andi nincsen kamera! Most már jó. Igen, tudom. Egy rendes kamerám van, és valamiért úgy döntött, hogy kikapcsol. Ott hagytam a vasat. Hát itt izé...
lányos zavaromba. Na majd visszamegyünk. Remélem több ilyen őrült itt nem lesz, aki rám akar lövöldözni. Kb. 10 másodpercre tűntem el. Ja, jó, oké. És ez okozott ekkora... riadalmat? Itt is van vas, ugye? Mire betölti? Oké, és akkor ide kell nekem bejönnöm a tonyásért. Na. Nézzük akkor. Itt is van vas. Ott is van vas. Lopakodás. Tanuld meg, hogyan kémlelt ki ellenségeid anélkül, hogy észrevennének. A Q-val. Ah, oké, és eltűnt tényleg? Q-val vagy az E-vel. Nem tudok amivel crouch-olni. Wow. Mi ez rendesen jól néz ki. Ez rendesen jól néz ki ez az épület. Ó, itt is van egy láda. És ennek olyan itt van a kulcsa. Itt van még egy Minecraft chest. Jó. Nem vett észre végül is. Ez nem tudom mit csinál, de meghúztuk. Miért fütyülget mindenki? Imádom ezt a kinézést így. Milyen neve a játéknak? Csucsucsársz? Igen, érdemes összeszedni a fegyvert, mert ha majd boss harcán lesz majd jelentősége. Ó, oké, köszönöm. Csak egy picit fáj. Aha, itt vagyunk, itt vagyunk. Megvan a tonyás. És akkor valahogy innen kellene kijutnunk. No! Igen, láttam, hogy ott hagytam a hulladékvasat. Ah! Köszönöm szépen, Mark! Nagyon szépen köszönöm a YouTube csatorna tagságot. Sziasztok! Egy élmény volt. Na jó, meg vagyunk. Ezzel a küldetéssel legalábbis. És akkor most oda kellene eljutnom, mert ott lesz a következő főküldi... Ne bántsa! Ne bántsál, léci! Imádom egyébként, hogy a végtelenségig követnek. Remélem jössz a vonatomra, meg akarok rajta mutatni valamit, jó? Majd megmutatom, milyen szép új felniket vettem a vonatra. Na! Nem három tojást kell összeszedni? De itt csak egy volt. Azt mondta, ebbe a bányába egy darab van. Na, hol vagy? Vagy ide már nem jössz el? De amúgy tuti eljön. Ilyen könnyen nem úszom meg ezeket, mert ha egyszer megindulnak, akkor a világ végéig követnek. Kicsit kéjjebb jövök, jó? Hát, ha az zavart meg téged, hogy a hídon álltam meg. Na most hol van? Mert itt még óbégat valahol. Valahol itt van. Ott lent sétálgat. Hát jó. Akkor ezt nem aggódom túl. Szerintem én most már szépen visszamegy a helyére.
Azt mondja, hát nem tudom, hova tűnhetett főnök, egy egyenes úton futott, aztán beszállt egy vonatba, és onnantól kezdve nem találtam meg. Rég volt már hangeffekt. Köszönöm szépen, kaktusz, aranyos vagy. Nagyon szépen köszönöm, remélem tetszik is. Ha, és akkor itt van a következő főküldetésünk. Ugye ezt a tojást vissza kell még vinnünk oda? Szerintem nem, mert eltűnt onnan az a küldetés. Gondolom akkor minden egyes bányában majd lesz egy tojás. Lázadás jegyzetei. Mindenkivel megbeszéltem a legújabb haditervünket, és senkinek nem volt kifogása ellene. Az egész csapat tudja, mit kell tenni, ennek megfelelően állítja be a pálya irányát, amikor eljön az ideje. A levéltárosnak csak arra kell összpontosítani, hogy lője azt a fenadvadat, tartsa a távolságot, és Charles leggyengébb pontra terelje. Apámnak két napon belül vissza kell jönnie, és akkor oda tudjuk adni neki a vadásznak az összegyűjtött kulcsokat, egyéb eszközöket, amiket időközben gyűjtöttünk. Soha nem akartunk ilyen radikális lépéseket tenni Warrennel és a többi bányásszal szemben, de túl sokáig sanyargatott minket Charlesnak, mennie kell, Warren nem állhat az utunkba. Elméletek az első küldinél volt egy kis domb, és mögötte volt egy másik láda, és azzal tudtad volna megtanulni, hogyan kell kinyitni a ládákat. Az király! Az jó! Holnap is lesz a livestream, én szeretnék, igen, remélhetőleg majd tudok is streamelgetni. Tervek szerint szeretnék, de nyilván bármi közbe jöhet, úgyhogy nem akarom úgy megígérni. Te vagy az a levéltáros, akiről az apám mesélt. Habár csalódott vagyok, mert úgy döntött, hogy a szárazföldön marad a helyet, hogy visszatért volna veled. Nem azt mondom, hogy nem értékelem nagyra a segítségedet, de az ő segítségét is igénybe vehettük volna. Ha még nem hallottad volna a többiektől, a bánya vezetője Warren veszélyes szörntojásokat védelmez, amelyek katasztrófát okozhatnak. Habár a fő tervünk az, hogy párbajra hívjuk Charles-t, és mint találik küzdünk vele, óvintézkedésként kidolgoztunk egy tökéletes csapdát, ami segíthet legyőzni őt. Erősítsd fel ezeket a távvezérelt robbanóanyagokat, a fahíd minden tartószlop alá, azon találkozzunk, aztán találkozzunk itt. Ó, rá fogjuk majd robbantani a hidat? Ez is tiszta Red Dead 2. Hány órakor lesz? Nem tudom még, skacok, mondom. Majd még meglátom, nem. Úgy szoktam, nem szoktam menetrendet csinálni, mert régen volt menetrend, és hogy fogalmazzak, mindig csak a probléma volt belőle, mert volt, hogy nem volt már kedvem ahhoz a játékhoz, amit még a hét elején úgy gondoltam, hogy szeretnék vele játszani. Úgyhogy nem akarom, hogy aztán ugyanebbe a hibába beleessek. Ha, oda is kell rakni. Amúgy, hogyha látsz egy ilyen hidat, akkor azt tudod, hogy föl kell robbantani. Jaj, de jó volt. Imádom. Ekkorát esni. Ez zseniális. Szerintem egyből lesz a videó vagy live. Hát amióta megjelent az a játék, volt belőle mindig valami, úgyhogy persze lesz majd, még csak hangulatember vagyok. Nem tudom magamat megjátszani, nem vagyok színész, azzal játszok, amihez kedvem van. Leesél a hídról, ezért kisiklottam, igen? Térj vissza Paulhoz. Paul? Szeretnék neked mondani valamit, Paul? Megoldottam a problémádat. Itt ebből amúgy mi folyik ki? A baracska! Itt volt fönt, ugye? Ha, itt volt fönt. Az a legmagasabb, egyben a leggyengébb híd a szigeten, tehát ha Charles bármikor is átmegy rajta, felrobbantjuk. Készen fogok állni a töltetek felrobbantására, de neked kell előhívni, hogy harcolj vele. Tessék, vedd el, ez a templom kulcsa. Ha úgy érzed, hogy felkészültél, betörhetsz és megvívhatod életed legnagyobb harcát. Jó. Hát én egyelőre még azért nem vívnám meg életem legnagyobb harcát.
Én azért kíváncsi vagyok itt a többi küldetésre is, ha már foglalkozunk a játékkal. Á, és akkor ott lesz a... Végezz vele, idézd meg Charles a tojásokkal, hogy véget vess a rém uralmának. Rém uralmának. Nehéz szó. Ott is majd még azért lesz egy adag küldi. De akkor most ezt a fegyvereset folytatnám. Van-e PSP-m? Nincsen, nem volt soha. Van még PSP. Majd írhatok neked privibe instán. Tudsz írni, persze. 19 éves vagy, mert nagyon fiatalnak tűnsz. Én elfogadom. Legyen, jó? Legyen. Jó, itt kellett volna megállnom. Nintendo Switch-en van, amilyen kézi konzol. De PSP-m amúgy nem volt. Ezt fogom megkapni? Mi ez a műhold? Hogy nézel ki, Gertrude? Megérkezett hát a híres vadász. Tudod, a néhai férjem építette egy fegyvert, hogy segítsen Charles elleni harcban, de Warren emberei ellopták a csövét, és felvitték őket a táborukba. Bob nagyon bátor ember volt, sokkal bátrabb, mint te. Kösz! Kösz má! Ha elviszed, amit meghagytam a lövegből, és visszalopod a többi alkatrészt, akkor összerakhatod és felhasználhatod Charles ellen. Tégy meg nekem egy szívességet, jó? Ha használod, majd nevezd el Bobnak az én drágám emlékére. Jó, rendben. Kicsit furcsa, de Bobnak fogom hívni. Még azért a hulladékvasakat felszedegetjük. Jó. És akkor most odáig kell mennem? Beszivárgás a banda táborába. Warren bandája elropta az új fegyver alkatrészeit. Szerez vissza őket, majd készítsd el a löveget. Oh. Akkor lehet, hogy a főküldit is megnézzük. Az fiú vagy bácsi? Hát eléggé nő volt, szerintem. A fegyveres egy Gertrude, elnézést kérek. Na. Igazából itt lehet, hogy nem is kéne a vonattal tovább mennem. Ennyit azért mozogjunk. A levéltáros. Ten magad sugárzó dicsfényében. Ten magad. Paul rám bízta egy olyan bánya kulcsát, amiben van egy tojás, de mielőtt átadnám neked, figyelmeztetnem kell téged valamire. Van a szigeten egy ősi személy, valami piramisféle, a tetején egy furcsa prizma található. Úgy tűnik, a prizmának egy funkciója, van a szörnytojások elpusztítása. Három üreg van a prizmába vésve, amelyek tökéletesen illeszkednek a tojáshoz. Ha megtöltöd, hatalmas energiacsuvát bocsájt ki, amit úgy tűnik, hogy a tojásokból von ki. A lázadók abban reménykednek, hogy ez az esemény a tojások védelmére kellő Charles elcsalja halálos küzdelemig. És most az igazi figyelmeztetés, Charles képes elnyelni az energiát a kitörésből, amit csak megerősíti és feldühíti. Már láttuk egyszer, de mostanra talán még veszélyesebbé vált. A veszély ellenére nem az én dolgom, hogy tiltakozzak, szóval itt a bánya kulcsa. Amint megszerzed összes tojást és a szentély kulcsát, talán véget vethetünk ennek a rettenetnek. Hozzá se lehet bemenni. Tegnap esti találkozón Greg egy őrült összeesküvést vázolt fel nekünk arról, hogy Warren a pókvonatok segítségével próbál világuralomra törni. A templomban dolgozó személyek tagjaként távolról sem győzött meg. Charles akkor támadott ránk először, amikor a prizma éppen életenergiát vonta ki egy adag tojásból. Úgy harcolt, mint maga az ördög, miközben a tojások megsemmisültek, de a küzdelem során majdnem megduplázta a méretét, mintha csak az energiájukból táplálkozott volna. A lábai nagyobbak és erősebbek lettek, míg az arca még jobban eltorzult a szemünk láttára. Mi, akik túléltük, fel sem tudtuk fogni, minek voltunk tanúi. Ekkor Warren elrejtette a tojásokat, és megparancsolta, hogy védjük meg őket. Ekkor elkezdte evakuálni az embereket, ekkor fordult minden lehető legrosszabbra. Tudom, hogy Warren rengeteg csontvázat tart a szekrényében, de nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy ezúttal tényleg minket keres. Hát jó. Kaiden! Halió, sziasztok! Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm Vader a raidet, sziasztok, halihó, mióta játszottatok? Sziasztok, sziáncsítid, üdvözöllek téged is!
Akkor most innen kell mennünk oda. Hát ez sincsen egyébként sokkal közelebb. A banda egy tojás véd a furcsa munkálatokba kezdett a bemondott bánya közelében. Akkor először szerintem a fegyvereset csináljuk meg, és akkor utána ezt, mert valószínűleg ezzel majd még ide-vissza kell jönni. Halió, visszanézhető lesz. Igen, visszanézhető lesz. Minecraftoztatok, na király. Az mindig jó, az ilyen kis chilles, nyugis. Esetenként, aztán hogyha jön egy warden, akkor annyira nem. Vagy ha módosan játszátok, akkor még inkább tudnak olyanok jönni. De egyébként jó az. Meg kéne állni! Hogy ezekkel mindig megszívom. Hihetetlen. Állandóan rosszul vannak ezek beállítva. Jó, én állítgatom, oké, de hogy... Állandó jelleggel probléma van. Mi van a fejemmel? Ne ijeszges! Na most már jó irányba megyünk. Most már jó irányba tartunk. És innen 100 méter, lehet, hogy én akkor itt megállnék, és akkor majd megnézzük, hogy melyik irányba kell úgyis tovább menni. Na, itt is vannak ilyen fütyülgetősök. De amúgy sehol nincsen egy elvétett aprócska fegyver. Valaki már észrevett. Én még nem látom, de ő már lát engem. Oh! Nem túl kedvesek. Az nem jó, az nagyon nem jó. Alig maradt HP-n, várjál már. Ugye elcsalom őket oda a vonathoz, aztán majd megküzdünk egymással. Csak hogy fair legyen. Mert nekem csak az öklöm maradt. De hülye fejük van amúgy, most nézem. Mi az, hogy kisiklottam? Miért? Ennyire elfogyott ott a HP-m. Hány lövés bír ki a karakter? Amúgy egészen sokat. Menjünk akkor itt tovább. Lehet amúgy ide kéne bejönni a vonattal. Itt talán akkor kevesebbet kapok tőlük. Ott van már. Amúgy ez a fegyver abszolút nem tetszik. Itt fönt is tuti lesz egy, nem? És akkor innen kellene összeszednem a fegyverhez az alkatrészeket. Fúj, az mi? Egy ilyet amúgy nem tudok felvenni, ezek maszkok. Ezek olyan vonatos maszkok. Egy ilyet fel tudnék venni, akkor nem támadnának rám, mert akkor azt hinnék, hogy közéjük való vagyok. De valamiért ezeket nem lehet. Meg ebbe a házba se nagyon tudok bejutni. Pedig itt vannak fegyverek is. De hát innen föntről lehet bejutni? Vagy felejtsem el. Nem, ide nem lehet. Szia, rakítás fegyver van fent, és az sebez engem is. Hát ez szomorú. Ez a negyedik halálom? Ijesztő a fejem, sajnálom. Sajnálom, ezt kaptam. Ezeket nem lehet leszedni. Úristen, az az arc. Se a sotit nem tudom elvinni, hát ez hihetetlen. Pedig tudnám élni.
Már egy hónapja ásunk, és elkezdett komolyan érdekelni, hogy mit is csinálunk mi is itt éppen. Ősi romok kövei vannak a föld felszínén és alatta is. Egy másik bánya egyik tárnájában valamiféle templomot találtak. Tényleg aranyércet keresünk? Nem is tudják, hogy miért vannak itt. Az jó. Az úgy kellemes. Á, itt a kulcs. Az mi az? Az, de ez tényleg mi az? Egy kavics? Miért van egy kavics a párnán? Valaki ennyire kemény párnát szeretne magának? Vagy mi ez? Érdekes. Lőj rá az ajtóra, hát aki nyílik. Hát most már megvan a kulcs. Úgyhogy be fogunk jutni. De amúgy tényleg ezeket a maszkokat miért nem lehet elhozni? Tök menő lenne. Vagy legalább a sotit. Ha. Jó, ezeket kell akkor gondolom elvinnünk. És zsebre vágtuk. Vagy csak fel kell szerezni. Bob megszerezve. Jó, megvan Bob, és akkor őt kell most felszerelnünk a vonatra. Én naiv azt hittem, hogy az egy kis trollfész, tiszta momó feje van. Amúgy igen, eléggé momós. Hát, nem tudom, eddig amúgy az alapfegyver tetszett nekem a legjobban. De aztán lehet, hogy a többi jobb. Csak még én nem jöttem rá. És kacok, külön ilyen névbemondást nem szoktam csinálni. Ha olyat írtok, ami úgy kapcsolódik a streamhez, akkor alapból szoktam hozzámondani, hogy ki írta. De ilyen névfelolvasást nem szoktam tartani, mint hogyha a suliba lennénk, hogy tanárnőnek jelentem, az osztálylétszáma 23, hiányzik innen a kis Miska, meg a kis Béla. Ilyet nem szoktam csinálni, mert nem sok értelme lenne. De ha olyat írsz, ami a streammel kapcsolatos, akkor úgyis úgy felolvasom, beolvasom, mert nézem a csetet. Szia, Niki! Mikor változott meg a stream címe? Megváltozott a stream címe? Nem szabadott volna neki. Ne! Kajak most jön, amikor leszálltam a vonatról egy hegy tetején. Vonatot tudom-e fejleszteni? Igen, tudom. Már fejlesztettem is rajta egy csomót. Valahol itt jön. Ja, megnézem, hogy mit tudnánk még rajta fejleszteni. Amúgy tudunk még. Én sebzésre raknék. Az biztos, hogy jó lesz. Kezd rossz lenni a neted? Mitől? Mitől döntött úgy, hogy most hirtelen rossz lesz? Honnan tudod, hogy mikor jön Charles Fütyül? Igen. Itt most valahol hallom, hogy jönni fog. Csak azért nem örülök neki. Jó, amúgy jó irányba vannak szerencsére a sinek. Féltem, hogy rossz irányba megyünk. Sebzés, lassítás. Nem jó! Hú! Túl fogok menni a küldetésen! Imádom, hogy mindig tönkre teszi az egész vonatomat. Belőle amúgy miért nem szerzek? Izét, scrapet. Hát ez egy hulladék. Bob, egy hulladék vagy. Sajnálom. Na most álljunk meg most, hogy elment. De ez egy... használhatatlan fegyver, és most visszatolhatunk. Mert amúgy nyilván ezt csinálná mindenki, miután jön a fő ijesztő szörnyetek.
szerzek belőle scrapet, mutatja a bal felső sarokba. Ja jó, akkor azt mutatja? Akkor nem panaszkodom. Ó, és most... Remek. Sétálnom kell! Már megint? Miért vérzik a vonat? Mert félig pók. Ez ilyen vérző pók. Halkan fütyül. Annyira nem hangos, igen. Ez ijesztő játék? Hát egy picit. Szerintem annyira egyébként nem. A legnagyobb problémám az, hogy túl megy a küldet. Igen, ez a legnagyobb problémám. Hát... Miért megyek túl a küldén? Na. Itt vagyunk. Elméletileg ide kellett jönnünk. Vagy várjál most... Ne! Az még az előző küldi volt. Oda kell mennünk. Semmi gond. Sziasztok, sziasztok. Még veszem a streamját, amikor sikít, az már 6 hónapos öcsém alszik. Au, bocsánat. Hát horror játéknál ez előfordul, hogy az ember sikít. Ha véletlenül megijed. Igen, egy fűrész van a fejemben. És akkor ide kell jönnünk. Gondolom itt is lesznek izék emberek. Akik majd nem fognak annak örülni, hogy én ide megérkeztem. Hány scrapem van? Van egy póktojásom, a hegyirom kulcsa, meg a templom kulcsa. De a savanyúságos az még mindig nincsen meg. Na. Ez a játék kb. Hány órás? Hát elmetek 2 óra alatt ki lehet játszani, de én azért foglalkozok a mellékküldikkel is. És valószínűleg annál azért egy picit több lesz. Wipipi, wapapa, wapapapa, rapapa. Ott jön. Szia! Ne vegyél észre, köszi! Lopakodunk akkor egy kicsit, hogy ezt kitalálták volna. Ne! Ne! Az baj, mert hogy fogalmam sincs, hogyan fogom őt bántani. Mármint értitek, innen messze van a vonatom. Speedrunban 1,5 óra, azért mondom, hogy nem olyan hosszú. Hol van a vonat? Oj, de messze van! Arra van. Láttam már a sikolyt. Én annyira nem vagyok oda horror filmekért, úgyhogy... Szerintem azt nem láttam. De nem tudom. Néhányat láttam, de hogy most melyikeket, nem vagyok egy filmes, úgy alapjáraton se. Meg velem az a baj, amúgy a horror játékokkal, meg a horror filmekkel, hogy én inkább nevetni szoktam rajtuk, mert néha annyira abszurd, ami történik bennük. Jaj, például ez a hang is mi volt. Hogy úgy annyira nem tudom őket komolyan venni. Volt például valami horrorjáték, vagy horrorfilm, amit néztünk még így fiatalabb korunkban, így összeültünk, és hazaküldtek a többiek, mert azt mondták, hogy velem nem jó horrorfilmet nézni, mert elbohóckodom az egészet, meg elpoinkodom. Úgyhogy jaj, nem vagyok a legjobb társaság ezeknek a megnézésére. Úgyhogy én nem nagyon tudom ezeket komolyan venni. Meg mindig arra gondolok, amikor megy egy horrorfilm, hogy ettől valaki megijed, és milyen vicces az, hogy ettől valaki megijed. Valahol amúgy ott jött a csávóka.
Nem viccesen fütyűrésznek amúgy. Csak az nem olyan vicces, amikor nekem... El kell velük futni a vonatig. Jaj, hagyjál már! Na jó, végig rohanok ezen az egészen. Már egyszerre több fusson utánam. Hello! Itt már nem tudsz utánam jönni, be! Wow, pa. Hú, várj, ezt nem tudom rájuk küldeni. Ez a csillagkocsi, ez nem mozdul. Ne! De csak el tudom mozdítani ezt a csillagkocsit. Ez se? Egyik irányba se? Itt a tonyás! Jó, megvan. Miért nem mozdulnak ezek a csillagkocsik? Ó, azt hittem arra a csákányra, hogy egy izé, amivel lehet állítani. Itt is van egy láda. Hello! Megoldom én. Halihó, sziasztok! We got company. Nem vagyok én társaság, ne aggódj! Már megyek is innen, nem zavarok én senkit. Remélem jó irányba jövök és erre van a vonat. Várjál, egy térképet hadd nézek már bátyja mielőtt. És ilyenkor is bánt. Ó, arra van a vonatom. 300 méterre? Az baj. Itt már egyet elintéztünk amúgy. Egyszer volt, hogy ott el ilyen pólót. Volt, igen. Lehet, hogy majd még lesz olyan, hogy sorsolok. Lesz-e majd Debrecenben videós találkozó? Hát, idén már nem, jövőre valószínűleg lesz. A ládákban van vagy, szóval nyisd ki őket, de nem tudom kinyitni, mert valamiért nekem az kimaradt a játék elején, hogy hogyan lehet kinyitni ezeket a ládákat. Nem nagyon néztem olyan magyar videós, aki ilyen későn live volt. Én régen volt, hogy hajnal 4-kor indítottam streamet. Annyira nem tudtam aludni. Szoktam amúgy későn is streamelni, de még annyira azért nincsen késed, 9:30 van. Jön még amúgy? Szerintem nem. Na jó, akkor ezzel is megvagyunk. Következő az ember kellene. Oké, hogy opcionális, de igazából már lassan a végén járunk. Most végig robogunk. És remélhetőleg így jó irányba megyünk. A térképnek ezt a részét már jó formán be is fejeztük így. Mi ijesztőbb a sulinál? Hát sok ijesztő dolog van még. Sulinál mi ijesztőbb? Például... És amúgy nehéz mondani, mert így mondani... De nem, amúgy a suli nem annyira ijesztő. Vissza fogod még sírni a sulit, ezt most mondom. Mi a kedvenc zeném? Sok mindent meghallgatok. Inkább az ilyen rock alter zenéket szeretem, de sok mindent kedvelek. Hajnal 4-kor nézte valaki? Voltak! 60-an talán. Még amikor Facebookon streameltem, akkor voltak. Árkot játszottunk, tudom. Kerestük a megalodonokat. Az egyetem. Na, örülök, ha találkozunk majd ott, Fruzsi. A bolha ijesztőbb. Hát mondjuk egy kullancs is elég ijesztő tud lenni. Na jó, ez az őszi szünet. Na, királyság. Na látod? Majd amikor már ott vagy, hogy vége a sulinak, akkor nem lesz számjá, hogy őszi szünet, nyári szünet, téli szünet. Imu is nézi a streamet? Szerintem nézi, szokta általában hallgatni. Meg szokta nézni a csetet. Mi van a fejemen? Hát rosszul sikerült a favágás. Nem tudok amúgy gyorsabban menni.
Javítok még az izén. Sebesség. Na, arra még akkor tolunk. Remélem egyből. Már megy is. Én már így is visszasírom a délutáni óvit, hogy volt alvás. Miről maradtál le? Hát egy olyan 2 óra játékról. Amikor lesz olyan, hogy játszhatunk-e veled? Volt már sokszor, biztos lesz majd még. Most jó irányba megyünk, ugye? Ó, ne! Rossz irányba megyünk! Most nézem csak. Viszont akkor itt be tudok menni az a mellékküldihez. Fenébe. Nem figyeltem, látod? Ezek is olyan dinkák, akik bántanak engem. Aj, most komolyan odáig fog velem jönni. De nem is fognak az emberrel megiratni 2 röpdogát és 3 témazárót egy nap alatt. Nem, de ha rosszul teljesítesz, akkor azt mondják, hogy kereshetsz egy másik munkahelyet, és... az sokkal rémisztőbb, hidd el. Az milliószor rosszabb. Vagy amikor jelentkezel 5 helyre, és mondjuk 1-ről hívnak vissza. De azt se olyan leányálom. Meg amikor már neked kell vezetni a háztartást, meg neked kell gondoskodni önmagadról. Hogy higgyétek el, hogy ezek a legjobb évek, amikor még a suliba jártak, és mindent megcsinálnak helyettetek a szüleitek. Vagy legalábbis a dolgok nagy részét. Hey. Hé, hey, nem te vagy az új fickó, aki azért jött, hogy nekünk dolgozzon? Biztos te vagy az. Valami a tornyot tette én, amire szükségem van. Ne is zavarjon! Csak valami hülye lövöldözik engem itt. Ne aggódj, nem dolgoztatlak ingyen. Hehe. Rendes fickó vagyok, ezért kifizetlek. Szerintem az öreg próbál eltalálni. A kódban hasonlóan célzik ő is. Tudod, Mr. Warren soha egyetlen szárazföldinek sem beszélt az itteni bányászatról. Soha nem is jelentette a beomlást. Azóta nem is fizetett nekünk, a szállásunk rettenetes, én pedig messze túlképzett vagyok ahhoz a fizetéshez, amit kapnom kellene. Ráadásul közül a bányászok közül senki sem kapott másolatot a papírjairól, de ez annyira nem érinti a beosztottjaimat, mint engem, aki magasabb státuszban van. A gatyát is leperlem Warrenről, ahogy meg tudok lépni erről a szigetről, de szükségem lesz az iratokra, hogy bizonyítani tudjam, megszegte a szerződést. Ezeknek a tornyoknak a csúcsán tartja az aktáit. Meg tudnám magyarázni, hogy miért jöttem rá erre, de kétlenem, hogy értenéd. Kösz, hogy ilyen hülyének nézel. Pedig amúgy golyóálló vagyok. Az a gond, hogy ezeket a tornyokat évekkel azelőtt építette, hogy elkezdtük volna a bányászatot, most pedig már kezdenek szétesni. Magam is elbírnék, de ha már itt vagy, szaglász körbe azokért az íratokért, hehe. Jutalmon megkaphatod valamelyik hulladékvasamat, biztosan imádni fogod. Az biztos. Esetleg ezt a hülyét nem tudnád itt elintézni mellettem? Hát ez hihetetlen amúgy. Amúgy, ha csak bent ragadok egy NPC-vel egy beszélgetésbe, akkor védve vagyok a pókvonattól is. Mert ha ezek nem tudnak sebzeni, akkor ők se. Nem? 200 IQ. Hogyan élt túl ebben a játékban? És most ezekbe a tornyokba kellene nekem fölmenni, miközben kerget egy ilyen őrült? Hát jó. I guess. De oda hogy megyek föl, várja már. Pedig igen, elkezdtem Ronny küldetését. Mázd meg a magas, elhagyatott tornyokat és keresd meg a... Ah. Kisiklottam. Úgy látszik, hogyha a térképet nézem, akkor viszont tudsz sebezni. Nem értem. Miért? Miről maradtam le? Hát a játék nagy részéről, de vissza tudod majd nézni, hogyha szeretnéd. Jó, felhő közé mász, oda kellene akkor mennem. Visszasétálok akkor, most már csak nem lesz ott.
Mínusz két vazs. A hülye. Visszamászunk, ritvöt. Hányszor siklak ki? Hát látod? Mert amúgy ezeket nem lehet lerázni. Nem értem, miért nem kapok egy shotit vagy valamit. Annyival egyszerűbb lenne a dolgom, hogyha vissza tudnék lőni, és nem csak így, mint egy hülye rohangálnék előlük. Nem tudom, hogy lesz-e ilyen. De amúgy amilyen szerencsém van, ha van is, tudja, a legutolsó küldetés lesz, amit fölveszek, hogy legyen fegyverem. Jó, ide kellene nekem valahogy fölmászni. Már legalább körbe tudok nézni. Csak itt hogy fogok fölmenni? Köszönöm szépen a rédet, halihó. Mi újság? Ó, szerintem itt tudok fölmászni. Ne, úristen, de rossz ebbe az ugrálás. Aha, itt is van vas. Tuti, ide kell akkor jönni. Viszont ez itt zárva van. És itt hogy megyek át? Kérdem én! Lehet, hogy nem is így kellett volna ezt megcsinálnom. Mert ide nem tudok bejönni. És jön a vonat, érted? Föl fog ide is mászni? Csak nem fog bántani, hogyha ilyen magason vagyok. Ugye? Ott jön! Felmászik ide? Végül is pók, úgyhogy fel kellene, hogy tudjon mászni. Mi a fene történik? Szia, pók! Oda kéne átmennem, de hát most amúgy még mit csináljak? Elmegy. Jó, oké. Annyira nem akart megölni. Úgy volt valahogy, na jó van akkor. Jól elbújtál. Menekülj. Nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyű dolgom lesz, hogy lerázzam őt. Nem sok minden jó hosszú kis Halloween adás volt, végén kicsit vért izzadt a Evil Within 2-be. Velünk mi újság? Ah, meg vagyok, köszönöm! Én is most egy ilyen kis horror játékot választottam, mert még nem játszottam ezzel. De leginkább itt a grafika a horror nekem. Eddig legalábbis. Meg az, hogy nincsen egy fegyverem. Ide hogy fogok feljutni? Nyomom. Most megint jön amúgy a vonat. Ide hallom. Pedig jó lenne valahogy megnézni, hogy oda hogy tudok fölmenni. Ezt az épületet mutatja. Gondolom ezeken a köteleken nem tudok keresztül menni, ugye? Rossz a játék, mert nem lehet benne shotgunozni, igen. Mászd meg a magas elhagyatott tornyokat és keresd meg a hiányzó aktákat. Hajjaj. Vagy lehet a kötélen fölmászni? Ötlet esetleg? Hogy tudok oda fölmenni? Mert itt most próbálok egyik épületről a másikra átugrani, meg a szokásos dolgok, amik általában kellenek, de... Ennél zárva volt az ajtó. Pedig ott bent lenne festék is. Meg itt nem tudok bejönni, ugye? Nem.
Mármint a fejed, hogy fűrész van a fejedbe, semmi ezt tőlem kellett megtudni. Ne! Ne! Épületről épületre ugrasz, akkor vissza. Jó. Hát azt csináltam eddig is, csak akkor... Lehet, hogy nem jól... Láttam a lehetőségeket. Túl könnyű lenne shotgunnal? Hát... Nem tudom. Az oké, hogy a bizét vonatot nem lehet lőni sotival, azt aláírom, hogy akkor legyen az, de... De szerintem azért jó lenne, hogyha lenne valami, hogy ne kelljen rohangálni, mint egy hülye. Össze-vissza. Szóval itt meg már nem tudok följebb jönni. Itt oké, itt föl tudok ideugrani. Látom, hogy van egy kis vas hulladék. Ez megint zárva. Itt feljövök. Lehet, hogy majd később lehet bemenni, és akkor tudsz majd átmenni. De őszintén szóval már nem emlékszem, hogy ott volt a gameplay. Hát... Szerintem nem, mert... És ide szól a küldetés, itt kellene megszereznem valamit. De tudja a fene. Nem sikerül itt. De se tudok bemenni. Innen meg oda átugrani szerintem nem tudok, vagy de... De! Át tudtam ugrani. Ó, oké. A művelet alapjainak megteremtése sokkal bonyolultabb volt, mint vártam. Nem csupán a költségek, hanem az építkezés megszervezése és az áruk elszállítása az elsődleges bányatelepekre. Gyorsan aranyat kell találnunk, hogy bármi esélyünk legyen a csőd elkerülésére. Á, akkor ezért keresik az aranyat. Az ott a... pók? Vagy az egy piros zászló? De azt mondta, hogy két dokumentum van, amit meg kell, hogy találjak. Úgyhogy lehet, hogy akkor még ott fönt van egy valahol. Most már legalább tudom, hogy ott át lehet ugrani. Ja, itt kellene valahogy. Hány óra van hátra? Nem tudom. Továbbra sem tudom, skacok, hogy mennyi idő lesz kijátszani a játékot, jós nőnek néztek, pedig nem annak öltöztem. De lövésem sincs, hogy mennyi idő lesz, amíg ezt végigjátszok. Megtisztelő, hogy azt gondoljátok, hogy belelátok a jövőbe, de sajna nem. Igen, megnézzük, hogyha erre jövök. Nem mászik föl, jó van akkor. Maradjál is ott! Ez is zárva. Á, és szerintem innen kell kiszednünk akkor a dokumentumot. Kritikus fontosságú tárgyat szereztél, térj vissza Ronihoz a küldetésed teljesítéséhez. Jó. A kritikus fontosságú tárgyammal. Még jó, hogy csak kicsit töröm ki a lábamat minden egyes ilyen ugrással. Á, és most sikerült bejönnünk. Sárgás-zöld festékdobozt megtaláltuk. Halihó! Holnap reggelig tart, azért nem. Már amúgy szerintem közelítek a játék vége felé. Vissza kell akkor ide mennem. Szerintem... Igen, Roninnak... Vagy Roninak kell visszaadnunk a küldit. Miközben megmászol azt a tornát, úgy néztél ki, mint egy majom. Kösz! Örülök, hogy megtaláltam ezeket az aktákat. Itt a hulladékvas, amiért könyörögtem. Ne költsd el egyszerre, hehe. Átmegy lassan Obivá. Amúgy igen. Full damage-ba a legjobb meghalni. Hát azért nem szeretnék. Holnap lesz a live, én szeretnék, igen. Andi 11 óra múlva mindjárt vége. Amúgy voltak nagyon hosszú streamek. Ja, itt a pók! Jaj, ne már! Nem...
hamarabb visszatérek a vonatra. Egy vasért megérte. Igazából csak segített nekem. Mikor lesz Roblox? A mai nap volt például. Tudom ajánlani a figyelmedbe, lehet nem kaptál róla értesítést, de a mai nap pont volt, úgyhogy nem értem azt, hogy miért van belőle hiány. Az ott mi az ott? Mi az a jelölésem? Jó. Na, akkor már csak itt alul ez a pár küldi van, és elméletileg meg vagyunk. Úgyhogy akkor oda kellene most valahogy eljuttatnom a kis vonatomat. Majd jobbra kell mennünk, és aztán majd megint jobbra. Úgyhogy majd kell nézni, hogy hogyan... Várj, de hogy vissza kellene tolatnom, nem? Nem, nem kell visszatolatnom. Ez nagyon csúnya volt. Sajnálom. Ott ment a vas, amit a csávó adott. Hát gyorsan elköltötted. Jó, itt jobbra. És akkor mehetünk tovább. Igen, és akkor a következő ilyen. Ott is majd jobbra, ott valószínűleg balra mentünk eredetileg. Hát Roli, befejeztem azt a játékot, végigjátszottam, úgyhogy nem tudom, hogy miért vársz belőle folytatást. Valószínűleg akkor nem láttad végig, de fent van az összes rész belőle. Teljesen végigjátszottam a játékot. Kiírta, hogy the end, meg volt stáblista, meg minden. Úgyhogy tessék, tessék akkor azokat megnézegetni majd. Hogyha érdekel a játék. Hát a savanyúságos asszonnyal viszont... Várjatok, innen kezdtük a játékot. Azt mondtátok, hogy itt volt valahol egy láda? Ami megtanított volna engem a ládanyitásra? Hol? Azt mondtátok, hogy itt volt valahol egy láda, ami engem megtanított volna arra, hogy hogyan kell ezeket kinyitogatni. A kezdőhelyen. Ott jön amúgy a pók. Ott láttam. Valahol itt? M mögött? Nem látom. YouTube-on lesz nekem még vidik. Volt ma is, igen. Hú, ilyenkor imádom a YouTube-ot egyébként, hogy ennyire nem küld értesítéseket, és azt gondolják az emberek, hogy én nem csinálok semmit. De volt a mai nap is videó. Hol volt itt az a kezdő láda, amit mondtatok? Mert itt kezdtük a játékot. Vagy legalábbis idehozott minket a csávóka. Feljövök még ide, megnézem, hát ha esetleg itt volt. De többet amúgy nem nagyon akarok keresgélni, hogyha nincs meg, akkor nincs meg. Na jó, lehet, hogy akkor megyünk tovább. Mi a lényeg a játéknak? Story játék, úgyhogy folytatni a storyt és kivinni a játékot. Leginkább. Reggeli torna live, nem akarsz engem látni, borzasztó a mozgás kultúrám. Hát pihi, pihi dorcsi, az kell neki szerintem leginkább. Ne erőltesd meg a lábadat. Nem, az a fegyveres küldetésnél van. Aha, jó. Valamelyik fegyveres küldi, akkor már csak egy van hátra a fegyveresekből, szóval... Gondolom akkor majd az. Viszont majd megint állítani kell. Kicsit hamar álltam meg. De talán most, ha tolok neki egy féket, akkor jó lesz. Sportoltam-e valamit? Jégkorongoztam régen, igen.
téli sportokat szeretem, szeretek síelni, ilyesmi, úgyhogy azok így a kedvenceim. Imuval mi óvata vagyunk házasok? Hát most már egy éve, és hány hónapja? Egy év és két hónapja. Számolgatom itt. És akkor itt kellene megkeresni az NPC-t. Hát ha... Ez is zárva van, ez az ajtó is. Minden ajtó zárva van. Hol van itt akkor, akivel beszélnem kell? Pedig ide mutatja, nem? Nem. Itt a vonat közelébe kell, hogy keressem. Á, itt áll kint. Eugene azt mondta, hogy hamarosan új emberük érkezik. Gondolom, te lennél az. Van némi hulladékvas a házam erkélyén, amit felhasználsz a vonatod javításához és fejlesztéséhez. Itt a kulcs, ha bár az erkély mögöttem van, azért bejelölöm a térképeden. Mellékesen mondom, ha beszélsz bárkivel és a környéken, mindent meg fognak tenni, hogy segítsenek neked. Mármint mindenki, aki nem visel maszkot. Nézz körül az erkélyen és vidd el azt, amit hasznosnak találsz. Sok szerencsét mindenhez. Köszcsi! Miért érzem azt, hogy vele sokkal hamarabb kellett volna találkoznom, mint most? Ho-ho-ho-ho! Ennyi volt, itt csak a hulladékvasokat kellett összeszednem. Olyan türelmesen vártunk, amennyire csak tellett tőlünk, de az elmúlt napok enyhén szóval zűrzavarosan teltek. Charles az utóbbi időben agresszívebb volt, olyannyira, hogy elkezdek, hogy kezek attól tartani, hírmondunk sem marad. Mire megérkezik a segítség, sok szerencsét, Eugene, számítunk rád. Mert eleve erre kellett volna jönni. Hát, én alternatív útvonalon jöttem. Jó, hát akkor menjünk tovább. És akkor itt megállunk. Hány éves vagyok? 12. Egyértelműen. Á, szerintem erről van szó. Aha, valószínű, igen. Erről a ládáról beszéltek, és biztos akkor ez a küldetés erre tanítana engem meg. Gyanús, gyanús. Szia, bátya! Cirkuszból szöktél meg, vagy mi ez a ruha? Amúgy tényleg mi ez? Mármint, mi van ott a... Itt, neki, itt a kezénél. Nézd, kölyök, tudom, hogy valami nagy hírű szönyvadász vagy, de csak akkor foglak becsülni valamire, ha hasznodat veszem. Warren egyik embere tegnap este kidobott egy bezárt ládát a telepen, de hiába csapkodtam néhány órán át, csak leizzadtam tőle. Vannak álkulcsaim, de nem tudom, hogyan kell használni őket. Tessék a tiéd, ha fel tudom nyitni azt a ládát, kérdemed a tiszteletemet, és lehet, hogy adok neked néhány hulladékot, hogy fejleszd a vonatonat. Akkor meg lesz a savanyúság is. Ki fogom tudni nyitni a savanyúságos ládát is. Oké, ez ilyen quick time. Most... Jó lesz, érzem. Ne! 1, 2, 3. Úristen, ne! De legalább nem törik el a lockpickem. Nem vagyok amúgy ideges. Abszolút. Ne! Olyan közel jártam. Oké. Okay. Jó, megvan! Tér vissza Darylhez a küldetésed teljesítéséhez. Akarom én azt a savanyúságos üveget? Amúgy. Biztos akarom én azt a savanyúságos üveget?
mert nem vagyok benne 100%-ig biztos, ha ezeket így lehet kinyitni. Terminátor Andy GG, szia Mark, üdvözöllek! Nos, a fürge újú felnyitotta a ládát. Hát, furcsa, egy hulladékdarabot találtál, őszintén, szóval egy kicsit csalódtam. De kivívtad az tiszteletemet, szóval itt van némi hulladékvas, ahogy ígértem. Köszi! Most nagyon nyugodt vagyok, igen? Abszolút. Nagyon-nagyon. Csúnyának tartod? Na, itt akkor van még itt egy főküldetés. Meg majd ott vissza kell menni még a savanyúság miatt. Jó, egyébként az pont a végső küldetés előtt lesz, szóval annyira nem gáz. Nem vagy fáradt ilyenkor? Nem. Általában ilyen hajnal kettő körül szoktam elaludni, úgyhogy nem vagyok fáradt. Ha meg fáradt lennék, akkor úgyis azt mondanám, hogy bocsi srácok, nagyon fáradt vagyok, úgyhogy sziasztok, de nem vagyok fáradt. Látom, megérkezett a szörnyvadász. Ne feledd, ez nem közönséges vadászat. Már megpróbáltuk megküzdeni Charles-szal, de ha komolyabban megsérül, mindig visszavonul a vadonba. Úgy gondoljuk, van egy módszer, amivel Charles halálos küzdelemre hívhatjuk. A szigeten három tojás van szétszorva, elzárva három legfontosabb bányában. Úgy véljük, hogy ha valaki elhelyezi ezeket a tojásokat a sziget közepén álló templomban, azzal Charles mind a halálig tartó küzdelemre kényszeríti. Charles III, a bánya társaság tulajdonosa, sajnos minden bányában fegyveres őrséget állított fel, hogy megvédje a tojásokat. Van egy tojás a bányában, a vágányok mentén. Íme a bánya kulcsa, bejelöltem a bejáratot a térképeden. Köszcsi! Nagyon szép egyébként ez a nő is. Nézd meg azokat az ujjakat, hogy így keresztül lóg a kezén, nagyon szép! Végül mekkora lesz a vonat? Nem annyira kicsike. De a vonatom nem nő, hogyha az én vonatomra gondolsz. Hiába pumpálom tele ócskavassal. Vagy most vagy hát lehet, hogy majd meg fog változni a mérete. Nem tudom, nem játszottam ezzel a játékkal még, úgyhogy... Nekem ez ilyen első playthrough. Remélem meg lesz az 1 millió feliratkozó valamikor. Ó, én nem akarok már ilyeneket. Nekem nem célom, nincsenek ilyen jellegű céljaim. Én annak örülök, hogy akik itt vannak, jól érzik magukat, nem hajszolom a számokat. Mert abban amúgy nagyon hamar bele lehet kergülni, és szerintem nem is egészséges. Amúgy, hogy került a fejedre, mi barkácsolni akart? Igen, rossz fát tettem a tűzre. Vagy a fa került rossz helyre. Készítettem egy kis lángszorot, hogy megvédhessem az otthonomat a pokonat ellen, de amit látod, a terv némileg visszafelé sült el. Majdnem ropogósra sültem magam a fészerben, amikor kipróbáltam. A fenébe is. Bár szeretném megmenteni a fészert, ha lángszorom még mindig működik, miután a tűz elalszik, hát akkor viheted. Feltételezem, te vagy az a szörnyvadász, akit az emberek vártak, szóval egy ilyen fegyver jól jöhet. És akkor el kéne oltanunk itt a tüzet? Vagy csak jöjjek be? Ez nem jó. Elhagytam két vasat. Skacok! Így is nagyon sok vasunk van. Nem feszülök rá arra, hogy minden egyes ócska vasat felszedjünk. Sas szemek vagytok, tényleg, de... A küldetések után is kapunk rengeteg vasat, úgyhogy van bőven. A játék elején még oké, fontos volt, de most már nem érzem annyira fontosnak, hogy mindegyiket felszedjük. Na jó. Itt remélhetőleg felszedtük az összeset. És akkor most itt lesz a lángszóróban. Úgy van itt festék is, királyság. Zseniális ötlet volt a víztartályjal eloltani a tüzet, juhé! És ez amúgy neki nem jutott az eszébe?
Lina, nekem az is bőven elég, ha itt vagy és jól érzed magadat, emiatt ne feszengj. Viszonyat kell megdönteni. Nézd meg, már itt izé egyből jönne a spoiler, még szerencsé, hogy most nem néztem oda is. Kilogikáztam magamtól. Tessék, fogd a robarítót, ami ezt a káosz okozta. Nem akarok a közelben látni még egyszer, a büdös fenébe is. Jó van. Ez egy egyszerű küldetés volt. Kiviszem-e modokkal? Hát, először mondom, szeretném majd a gépemet fejleszteni, hogy szebb grafikával is tudjunk vele játszani, mert azért ez a játék szebben is ki tud nézni. De majd utána talán. Mire jó a festék, végig itt voltam, de még most se tudom. Lehet a vonat színét változtatni. Ennyire jó. Semmi másra. Itt vannak amúgy. Már ezeket gyűjtöttem össze, biztos elhagytam egy csomót. Ugye sárga volt alapból. És akkor lehet ilyen mindenféle színűre változtatok. Legyen most ilyen sárga és zöld színű. Bocsánat, ja, semmi gond, csak... Nyilván úgy a jó, hogyha én magam jövök ezekre rá. Max, ha nagyon elakadok, akkor szoktam örülni a segítségnek. Jó, pici, akivel még nem találkoztál, hát oda is el kéne mennünk. Mert ha már megcsináltuk a mellékküldik 90%-át, akkor csináljuk meg ezt is. Jó az a mese, Alexa, igen. Aranyos. Inventory helyen végtelen? Hát ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom. Szerintem igen. Nem írtak ki, hogy csak ennyi kilót vagy annyit tartatok magamnál, úgyhogy valószínűleg nincs ennyire túl gondolva ez a dolog. Na, ez egy boszorkány! Lisbeth Murkwater, hello drágám! Hellóka! Friss ragot készítek a saját mocsaramban talált alapanyagokból, de jelenleg nincs húsom. Egy tetem szagát érzem a szigeten a mocsárban. Ha odamész és elhozod nekem, hulladék vasat fizetek érte. Habár jobb lesz óvatosnak lenned, Barry, a mocsári szörny miatt. Figyelj, ha fröcsköl, és ne mozdulj, ha a közeledbe kerül. Amíg egy helyben állsz, olyan kedves, mint egy cica. Remek! Szóval van itt egy mocsári szörny. És akkor csak annyi, hogy lassan kell, hogy mozogjunk. Lassan-lassan készen lesznek a küldik, bizony. Azért mondom, hogy nem egy olyan hosszú játék ez. Most távolodik? Talán most közeledik. Ott gondolom, ahol a fröcskölés van, ott van a szörny. Hát így jó lassan fogok átérni. Halihó, sziasztok, ezt a részt utálom. Ez milyen gyorsan közel jött? Ne csináld már. Ez nagyon türelemjáték. Ez nagyon-nagyon türelemjáték. Most hova lett? Ja, hogy itt volt. Ugye még nem győztük le csúcsúszást. Nem, még nem. Még nem lett Charles legyőzve. Meg akarok csinálni minden küldetést előtte. Ha már foglalkozunk a játékkal, akkor játsszuk ki rendesen. Össze egy scrappet vedd fel, mert nagyon kell. Ilyet? Jó, megvagyunk. Megvan a tetem. Térvíz a Lisbeth Murkwaterhez. Szivac! Jön a pókvonat, csak hogy jó legyen. Ide is bejön vajon a vízbe? Hát akkor majd a mocsári szörny megküzdik vele. 1v1! Gyere 1v1! Sziasztok, srácok! Remélem, jól érzitek magatokat. Majd ki akarom nyitni még azt a savanyúságosat is.
Ezért utálom ezt a részt. Mert türelem a játék? Hát lassan lehet haladni. Félek a vonattal. Fel majd vége a Sally Face-nek. Hát ilyen ez. Na az egy hosszú játék volt, ezt 8 óra volt kijátszani legalább, ha nem több. Nem tudom egyébként pontosan mennyi, mert ugye a videók is azért eléggé jól meglettek vágva. Nem jön be a vízbe a pókvonat, akkor igazából ha itt maradok az is jó. És amúgy tényleg most csak egy kis scrapért küzdök. Hát jó. Arrébb is mehetnél, köszönöm szépen, kérem fáradjon odébb. Ott leszek a decemberi videós találkozón, igen. Ott leszek az összesen, úgy szervezem mindig a programjaimat, hogy ráérjek. Nem szervezek rá nyaralást, meg ilyeneket. Úgyhogy mindig előre nézem, hogy mikor tudok elszabadulni. Nem lesz ma még livestream? Mit? Mit streameljek még? Szia, Bogi! Amúgy mindjárt meg vagyunk, szerintem innen már ki tudnék jönni, nem? Ja, jó, meg vagyunk. Nem kapott el a víziszörny. Micsoda ingyenc falatot találtál? Hát jó étvágyat hozzá! Itt a hulladékfors, amit ajánlottam. Aludj biztonságban, kicsikém. Jó, meg vagyunk akkor ezzel is, és akkor már csak a savanyúságos van. Viszont az messze van innen, úgyhogy most visszamegyek a vonathoz, és akkor megcsináljuk a bányás főküldit. És lassan egyébként akkor az utolsó küldetések fognak már jönni. Nem jött a vonat? Hát látod? Pedig megnéztem volna a vizicspók csodapókot. Amúgy... azért pókvonat, mert annak nevezted el, vagy azért, mert ilyen mod, vagy Halloween event? Azért, mert az a főgonosz egy pókvonat. De majd szerintem hamarosan úgy is jön. Meg hamarosan úgy is meg kell vele már teljesen küzdenünk, úgyhogy... majd látni fogod úgy is. Rovarírtó. Sebzés, lassítás, tűzgyorság. És majd itt váltogatnom kell egyébként a különböző fegyvereket? Gondolom. Úgy lesz értelme. Úgyhogy, jap. Meg elmentek, hogyha ilyet csak, akkor ide jön a vonat, de most egyenlőre nem akarom bevonzani. Jó, itt kell megállnunk. Ó, jön is. Jön. Hát a bányába csak nem követ. Úgyhogy lehet, hogy most bemegyek a bányába. Ott van, ott sétálgat. Megint itt a szaporodási hangot kiadtam neki, aztán jött. Meg a shotgunos úri emberek vannak, ezt nem tudom rájuk borítani, ezt a köves izét nem. Pedig milyen szépen jönne itt lefele. Miközben a legtávolabbi aknában dolgoztunk, áttörtünk egy falon egy nagy barlangba. Van itt valami furcsa és nem tudjuk mi az. Kérjük Mr. Warren a lehető leghamarabb keresse fel a déli bányatelepet, hogy további utasításokat adjon nekünk. Eugene, a munkavezető. Köszönöm szépen, Alexa. Boszorkány nyugodt, nem tud a mászkáló vonatról, amúgy lehet. Ó. Igen, egyébként ez baj, hogy a többi bánya részben is ott hagytuk ezeket a ládákat. Mert ezekben elmeteg jó sok scrap van. De azért bízok benne, hogy lesz így is elég majd, hogy meg tudjuk csinálni a boss harcot. Ó, festék, zöld festékes doboz. 2%-on vagy? Tudod, mit szoktam erre mondani?
Mágikus töltő! Nagyon akar ez a pók. Nagyon akar. Vonatoskodik itt nagyon. Én nem vagyok most ideges. Idegesnek tűnök. Hát jó. Valaki már itt nagyon fütyűrészik. Hát hagyjál már! Jó, akkor megint speedrun. Hagyjál békén, köszönöm. Ó, ott is volt egy kis scrap. Köszcsi! Ott is tudom, ott hagytam, de nem akarok meghalni. Játékban nincs házam? Nincs. Ház nélküli vagyok. De meg vagyunk ezzel is. Jó, megvan mind a három tonyás. Vajon jön utánam még a... Ah, jön még utánam, jó. Akkor mindjárt lelőjük. Hol vagy? Valahonnan lövöldözik már. Ennyi volt. Imádom, annyira buták. Jó. Nincs fegyverem, nincsen, azért szaladok ilyenkor mindig. Jó. És akkor már csak ez kellene, ezt a savanyúságosat valahogy megcsinálnunk, akkor megyek tovább egyenesen. Végül is, ja, mondhatjuk azt is, hogy a vonat a házam. Ez is egy válasz lehet. Hol a lángszóró? Itt van a boom, a rovarírtó, meg a kisiklató. Ezek vannak így jelenleg. Fejleszd a vonatot? Fejlesztettem rajta sokat. Hova fejlesztek még? 120 hulladékos. Jól van, fejlesztek még rajta. Maxos lett a vonatom. Remélem így már jó. És akkor még ezt a mellékküldit akarom megcsinálni. Savanyúságos hölgyet. Csak még egy kicsit előrébb megyek. Remélem ez így jó lesz már. Hogy ennyit fejlesztettünk rajta. Még így is amúgy majd jó sokat. Ott jön a pókvonat velünk szembe. Megint izé túl fogok menni. Ide jön vajon? Úgy nem hallom most a zenéjét, szerintem nyugodtan elmeltek. Láttam már a szörnyet? Persze! Köszönöm szépen, Noel, aranyos vagy. Szia, öreg! Hello, sziasztok! Nem rosszból, de van egy fűrész a fejembe, tényleg? Szerinted el lehetne lopni a házakat, amelyiket választanád? Micsoda? Szerinted el lehetne lopni a házakat, melyiket választanád? Milyen házakat? Ez a kérdés most, ne haragudj, de nem értem, hogy pontosan mire gondolsz. Itt senkinek a házára nem tartanék igényt ebben a játékban. Don't starve. Én szívesen játszanék veled, egyedül nagyon hard az a játék. Úgyhogy nem tudom. Na, itt van a savanyúságos doboz. Jaj, ne! Egy, kettő, három. Ez az. Megvannak azok az uborkák. Hú. Jó, akkor vissza kell mennünk a savanyúságos hölgyhöz. Vissza a vonathoz, és akkor jöhet a végső leszámolás. Én úgy gondolom, készen állunk rá.
Imu, mit csinál? Szerintem játszik, ha tippelhetek. De nincs röngen szemem, nem látok át a falon. Úgyhogy nem tudom. Minek van ilyen furcsa hangja? Ott megy amúgy a pókvonat. Szia István, üdvözöllek! Na, az őrült nőnek is meghoztuk az uborkáit. Remélem boldog lesz vele. Savanyúsága, savanyúságaim! Nagyon köszönöm, hogy elhoztad nekem a savanyúságomat. Te vagy az én savanyúságos hősöm. Tessék némi hulladék jutalmul a hősiesen végrehajtó savanyúságos küldetésért. Köszönöm! Nagyon boldog vagyok. Ide továbbra sem tudok bemenni, nem? Kár érte? Na, akkor viszont jöhet a ucsó nagy küldetés. Bosszharcban tölteni a vonat életét, gondolom arra kell majd még igen a scrap. Már hozzászoktam, hogy benne van a fejemben ez a cucli. Ne aggódj! Megtanultam együtt élni. A baltával. Vagy nem balta, mi ez, fűrésszel. Na, és akkor innen kellene oda eljutnunk a templomhoz. 45 hulladék vasunk van, szerintem annyi elég kell, hogy legyen. Amúgy miért modos tárgyúvelit használsz? Mert nagyon sokszor kijátszottam az alapjátékot is, már nekem az unalmas. Azért. Mert a pókvonattal az 1v1, amúgy tényleg kinőtt a szarva. Új, és milyen kis tüskék lettek a vonaton, tök menő. Tényleg úgy látszik rajta, hogy a páncélja erősebb lett. Ez amúgy menci, ez tetszik. Holnap amúgy szerintem fogunk tolni sztárgyúvelit, meg... Én kettéjelszel is szívesen játszanék, abból is kijött a kettes. Második rész. Scrap az a HP vonatának felel meg. Igen, igen. Azért játszottam most egy keveset már ezzel a játékkal. Na de hol vannak a pókok? Ó, majd mindjárt jön Zsömike, most jön már a végső boss harc. Te játékot már kivitted, vagy most fogom elsőnek? Most fogom elsőnek, most játszok vele először. Na nézzük. Ó, nem már. Jó, akkor gyere csak, mindjárt mutatok. Megmutatom a vonatomat, nagyon szép, jó? Gyere! Nézd meg a csuda vonatot. Nem már, hogy túlélte! Ó, de legalább így ide jönnek. De aranyosak. Jó, szerintem cserélek ezen egy fegyvert, mert ez tragikus. Nézzük akkor a rovarírtót. Ah, hát ennek semmi hatótávja. Ez nem lesz jó. A bum. Ja, de ez volt az előbb. Ezzel meg így elég nehéz célozni. Így távolra. Szerintem abban most ott belehalt. Jó, szerintem meghaltak. Hatatlanok. Hát sajnos nem. Vagy szerencsére nem halhatatlanok. Ó, nem már vannak még itt. János bácsi a csatában. Nem azt dúdolgatja amúgy? Kicsit olyan érzésem van, mint a My Village Life-ban a vénasszony. Most próbálom ki a játékot, igen, először. És akkor most kell ide behelyeznem a tojásokat? Tonyás! Úgy néznek ki, mint az árkban a sárkány tojások. Nem? Szia, Cartman! Még egy tonyás. És jöhet a harmadik. Távolodj el a szentélytől, idegen.
Nem tudom, nem tudod, mit csinálsz. Tedd le a tojást, aztán feküdj a földre. Túl sok embernek ártasz azzal, ha megvalósítod a tervedet. No, no! Mindenki azt mondja, te vagy a gonosz, szóval... Tonyás a hűtőbe! Te bolond! Mindannyiunkat halálra ítéltél! Ó, ne! Ó, ne! Ez nem néz ki jónak! Wow! Szteroidom van! A szteroidos pókvonat! Hogy rohanok? Eddig nem tudtam! Mi? Úristen! Mi a fene? És akkor jöhet a végső harc. Menjünk! Pokoli Charles! Aha! Király! Hazaim! Hova, mi jött még egy? Vagy most mi van? Nem, ugye ez tényleg sebez engem is ez a fegyver, ez nem biztos, hogy jó. Lője már bele! Várjál, kicsit javítunk. Bocsi, kicsit javítok! Most kipróbáljuk akkor ezt. Hogy keresztül jött amúgy az egész házon? Beszorult! Na mi van, Dagi? Hogy kerültél oda? Mi ez, teleportálgat? Kicsit várok, mert... Ugye túlmelegszik, és akkor nem tudok újból lőni. Nem semmi. Nem is para. Hát azért, aki nem szereti a pókokat, szerintem annak ez eléggé ijesztő tud lenni. Meg valószínűleg jobb grafikával azért ez ijesztőbben hatna. A vonatnak nagyon rossz a HP-ja. Na nézzünk egy másik fegyvert. Ugye ez az alapfegyverünk. Amikor ez nem sebez túl sokat. De használjuk akkor már az összeset, hogyha már megszereztük mindet. Hova lett? Ja, oké. Megint így elteleportált. És a mély éjszakája már kuka így? A legjobbkor jöttél, nem? Mi? Nem akarsz lőni? Értékelném. Még azt a tűzhányót amúgy kipróbálhatnánk. Melyik volt az? Nem Bob. Melyiket? Rovarirtó. Ezt akartam. Végül is az a pók ellen biztos jót tesz a rovarirtó, nem? Na, meg is van. Na gyere, pókica! És micsoda véletlen, hogy pont akkor értünk oda a híthoz, amit alá aknáztunk. Rotty! Tűzhányó. Hát ez a tűzhányó volt. És akkor végigjátszottuk ezt a játékot. Nem tudom, hogy innentől kezdve lenne bármi is, de mivel megcsináltunk minden küldetést, gondolom nincsen tovább. Úgyhogy végeztünk. Kapta halt, bizony, bizony. És láthatjuk, hogy mind készítették el. Az még mindig továbbra is jó kérdés, hogy miért fut ez ennyire rosszul, ez a játék. Unreal Engine-t használ, jó. Lehet akkor itt volt a kutya elásva. Húha. Ez egy teaser? Megmaradt egy tonyás. Gondolom abból fog majd kikelni az új kis pici pókocska.
Hát majdnem 3 óra volt, ja, kijátszani. Na most jön az a rész. Hújúj. Mi lesz itt? Tudni ki kell a kispók. Ezt is kiakasztottad. Hát látod, én nem úgy csinálom, mint te öreg, hogy belekezdek egy játékba, aztán sosem nyúlok utána hozzá. Azok ott mind tojások? Ne! Mindjárt ki kell a sárkány, aztán lehet témelni. Ja, a tejcsit mindjárt szerzem is hozzá. Tonyás a hűtőbe. Oké, és szerintem akkor kitoltuk ezt a játékot. Nagyon szépen köszönöm, skacok, akkor, hogy itt voltatok velem. Remélem, jól éreztétek magatokat. És hát, ha sikerül majd fejleszteni a gépemen, akkor szerintem megnézzük ezt rémálom módban is, kicsit szebb grafikával, hogy ne ilyen izé legyen. Fallout 3, de... de ettől függetlenül azért én élveztem, szerintem jó volt. És hát akkor jó éjszakát, holnap pedig tervek szerint Stardew Valley lesz, illetve a kettéssel szeretnék majd játszani, aztán meglátjuk, hogy hogy alakul, mint alakul. De ezek vannak így kedvben és tervben jelenleg. Jó éjszakát, sziasztok, halihó!